a sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor már óra rég lejárt, már ezt majdnem csinítem. De a buttonom, ha felmegyek, bubolj a másén passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tőlem vár. A polának a bimforán engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön pec voltam, de elég már a sírom. Fegyverből hangbőrrel kell, csapán így szólt ez a pusztító tűz.
akciom, itt a pénz és a puskán fogd aztán még nyilváns, én éreztem többé, már nem tartom a karomban. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangdörrent el, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. Itt a pénz és a puskám, fogd aztán menjél már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így ér véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Király. Király. 16, több valamint 3 spamidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette, Dafke siránkozunk, igazság már, az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim
tömberenkének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedű dísze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. De kombiné, kombiné, ha tökész kombiné, ha még az éjjel főhajtom majd én. Hadd aj a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegény. Halihó, sziasztok srácok, már is nézem kik vannak itt, szép délután, bár még eléggé korán van, valószínű, hogy többen érkeznek később, mert általában 4:30-kor tervezem a kezdést, csak most hamarabb elkezdtük. Itt van Bajtíz, Amy Hammer, Frogpati, Arceus, The God, Pro Hungary, Lili, Demeny, te voltál Lili, aki tegnap a végén érkezett Pati osztálytársa, vagy nem? Mert szegény mondta, hogy pont úgy jöttél, hogy benézel, és csak a legvégére. Szárnyas lány, szia! Egyrészt elneveztem róla az egyik pokét, mert tudod, neked még lógtam egy szárnyas, azt mondtad, legyen szárnya, ennek van szárnya, mindjárt meg is mutatom nektek.
illetve rájöttem, hogy rossz helyre van a füles bedugva, és semmit nem fogok hallani, mindjárt átteszem a switchbe. Nézzünk egy kis csetet, az nem jó, Pati, a szarakodik a neted. Milyen napotok volt közbe? Nyeldeklek, nem kicsit, annyira, hogy a tervezett műtétem és vizsgálatok el lettek tolva egy hónap. Azt hallottam Baxitól, hogy műteni fognak Szárnyas Lány, és innen is virtuális szívecske és jobbulást kívánunk neked. Szóljon a cseten Szárnyas Lánynak, és reméljük, hogy sikeres lesz a műtét, és nem lesz semmi komplikáció. Csak rájöttem, hogy reflexből bedugtam a fülesemet a mikrofonba, és azt át kell tenni a switchbe. Megköszönném, hogyha a zöldet bedugodott a fülhallgató részbe, és szólok, hogyha van hang. Van hang, köszönöm szépen. Szia, ez a szó Channel és Bea, pont ellened fogunk küzdeni, már nem úgy csak Beának hívják a gym leadert. Igen, te üdvözöllek Lili a csatornán, és érezd jól magad. Nem lesz őszi szünet. Igen, sejtettem, hogy ezt felhozzátok témának. Valóban nem lesz, de igazából gondoljatok bele, srácok, mielőtt nagyon kiborulnának az emberek, jó? Mindjárt mondok egy-két dolgot. Egyrészt oda repülünk, ahol tartunk, illetve oda utazunk. Jó a játékhang hozzám, képes, hogy ne később derüljön ki, hogy hangos a játék, nem hallotok meg hasonlók, azért kérdezem. Hogy alapvetően a halottak napját így is úgy is megkapjátok, tehát hogy azért az a hóvége, hóeleje az fixen ugyanúgy szünet marad, vagy nagyon hangos a játék, nekem a fülemre őszintén nagyon hangos. Mert hogy ti jártok jobban, mert télen 5 napot kaptok, és amúgy meg elvesznek 2-t, tehát hogy igazából értem, hogy pihenni kellene, de minden rosszban próbáljuk a jót is nézni. Tehát hogy lehet, hogy most úgy érzitek, hogy nem lesz szünet, viszont télen 5 nappal tovább lesz a szünetetek, ami amúgy tök király szerintem. Tehát hogy próbáljuk meg minden rosszban a jót is megnézni, még hogyha nehéz is. Rutin műtét lesz, no para, de azért köszönöm. Őszi szünet annó nekem nem volt általánosban, meg fele gimiben nem. Azért mondom, hogy kicsit próbáljuk úgy. Én nem hallom a játékot, várjatok már. Nincsen játékhang. Én pedig hallom a bemeneti cuccba. Digitális hangillesztő, ez be van nyomva, tehát hogy nem hallotok sem. Várj, a játékhangot feljebb tekerem. 1, 2, 3, 4. Húha. Halk a játék. Figyelj, most feltoltam maxra a bemeneti hangot. Jobb lett sokkal? Tehát igazából ezen nagyon hangosítani nem tudok max játékon belül. Így jó. Mert előbb meg múltkor azért tekertem le, mert múltkor azt mondtátok, hogy irtóra hangos a harcoknál, és nem értetek engem. Jó. Jó, rendben. Na, akkor először is leleplezem, mi lett a Szárnyas Lányból, jó? Tadá! Ez volt a kérdésed, hogy legyen szárnya. Nem madár, de van szárnya. Mit szólsz? Mit szólsz? Gondolkoztam, hogy mi az, amit találok vadon, és live-on kívül beszereztem. És tudja, mit szeretek? Ne nagy betűvel! Arra leharapja a Nightbot. Hát amúgy alapvetően amúgy figyelek. Flygon lesz belőle, bizony. Egy vibrálva, vagy vibrálva, az be vagy vibrálva. Na, mondhatnám, hogy tényleg tudom, de őszintén félig meddig ráhibáztam, másrészt pedig az rém lett, hogy valamelyik ilyen félsárkányt szeretett, hogy nem Dragonite, meg ilyenek, és Flygon volt a tippem, de nem 100%-ra tudtam, jó? Tehát azért mielőtt agyon dicsértek, az az őszinte igazság, hogy nem 100%-osan tudtam. Csak bizakodtam benne. Na, alapvetően rossz gombot nyomok. Y. Bekapcsoljuk a trade-et. Dénot nem használod? Most kitettem egy időre. Edzegettem pokékat, meg cserélgettem is live-on kívül a random trade-en, meg fogtam is pokékat trade-ekből, tehát ennyit haladtam előre. Próbáltam mindenkit is fejleszgetni, vagyis hát legalább minél több embert. Jelenleg úgy néz ki, hogy ugye alapvetően Annát húztuk egy kicsit, Mondó már 24-es, a Pencsem 22-es, Hertet meg Sandit is fejlesztettük, Baxit is. Azt nézem, hogy kivel játszottam live-on kívül. Ö,
őket elküldtem dolgozni, mert rájöttem, hogy van ilyen munkaosztag, hogy el lehet küldeni a pokékat dolgozni, és több szintet kapnak. Nagyjából így végigmutatom nektek, hogy Mizu. Így nagyjából ők lettek, meg minden. Ugye áthoztam egy csomó felesleges pokémat a... minek hívják a... homeból, és így cserélgettem random, miközben pénzt gyűjtöttem, mert hogy ugye kint az emberekkel beszélsz, kapsz pört, meg ilyenek. Úgyhogy ja, Flygon, best Pokémon, itt hagytuk abban amúgy. De csak Raichu után nekem, szinte mindegyik játékomban van Trampicsem. Monchi névvel, megint megvan a teamemben Flygon. Tök jó, ma Zúzat követ igazítottunk, azt hittem összeesek a végére, de itthon vagyok. Figyelj, le a kalappal Arceus, becsülöm, amit tanulsz. Holnap reggel lesz feltelepítve a gépem, rendben van. Beauty Anitával küzdünk meg, ma lesz alkalmam elnevezni Pokémont, ha már szabadnapos vagyok, és nem tudom nézni a streamet. Szia, Baxi! Biztos, hogy lesz, tehát tervezek új pokékat fogni. Alapvetően ugye ugyanúgy működik, amit kiírtam, hogy Super Chat, Super Matisse tagság és tagság ajándékozás által fixen nevezhettek, viszont anélkül is szoktunk nevezgetni, úgyhogy lesz lehetőség, amikor új pokémonokat fogunk. Még mindig hangos a fülemre. Biztos nem hangos a játék? Szia, Baxi, most kezdtem a live-ot, még csak konkrétan eddig megmutattam, hogy mi lett a szárnyas lányból. És tudom, még Disztinek egy Bulbasaurral lógok, csak még nincsen Bulbasaurom. Szia Tifi, de majd ha fogok, akkor nem felejtettem el, hogy Diszti arra küldte a szupercsetet. Ezért mondtam, hogy a múltkor is ez volt, hogy nagyon hangos volt a harcoknál, azért vettük lejjebb, de majd akkor megpróbáljuk ilyen köztesre belőni, jó? Kicsit halkítok, nézd, így jobb lett? Most nem teljes tekertem le, jobb így a hang? Mert sajnos a harcoknál nagyon-nagyon hangos, egy Clefable a következő. Mirtuszt hozzuk be, szia Tifi. Végül nem mentem boltba, oké, jobb. Szia Zsolt, üdvözletem, szép délutánt amúgy mindenkinek. Ők fognak amúgy majd jönni most, ha minden igaz, akkor most érkezik Scizor, mától megvehető valós pénzért a Pokémon Unite-ba, és egy hét múlva lehet majd EOS Coin-ért. Illetve utána jönnek majd Clefairy is, és Clefable verzió ugye továbbfejlődése. Úgyhogy ja, Zenhead, az fájni fog. Annyira nem. Remélem, hogy ma Mirtus is tovább fejlődik, illetve Patit is szeretném tovább fejleszteni ma. Meg hát nyilván szárnyas lányt is. Na. Aztán Sableye és végül Zoroark. Igen. Tegnap nem jutott a tegnapi live-ba eszünkbe, hogy melyik pokék fognak jönni, hogy mi a harmadik Sableye, Zoroark, és akkor a Clefairy nem jutott eszünkbe, Amivel próbáltuk felhozni. Hogy mik jönnek, és egyszerűen leblokkoltunk. Látom, ilyen Helioptile-szerű van. Na mi az, ami itt felkiáltó jellel jelenik meg? A Hippopotás. Kis Vizilow. Ugye most ilyen kicsit sivatagosabb terület jön, vagy hegyesebb, mint ami jött most a Genshinbe is tegnap. Hú, 30-as Hippopotász, az igen. Megnézzük, mire megyünk. A nagy teki igazából csak benn maradt. Ő benn maradt valamiért a csapatba. Nem sokat használtuk szerintem. Mik azok a szemek? A Hippopotászra gondolsz, vagy nekem csúnya a szeme? Eléggé ilyen gülű szeme van szegénykének. De úgy látom, van nincs Hippopotászom még? Nincs Hippopotász, vagy van? Lehet, hogy van. Nem baj, elkapunk egyet, srácok. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy nincs. Vagy van. Great ball. Kiderült, hogy néhány ember fél tőlem, mert túlságosan aggódom értük. Igen, az se jó, hogyha túl aggódós vagy prohangeri. Mert könnyen ijesztő lehet, hogy a túlkedvesség is, meg a túlaggódás is. Nagyon nehéz megtalálni azt a mesdjét, ahol nem esik túlzásba az ember. Ez sajnos ilyen, de kívánom, hogy minél jobban el tud tájékozódni ezzel kapcsolatban, hogy megtaláld azt a részt, tényleg. Ez alá már jöhet is a név, mindenki nevezhet a szupercsettől, meg mindentől függetlenül, annyi, hogyha valaki nagyon szeretne valamit, nyilván akkor az támogatással tud. De hogy jöhet az első név, ami nálam megjelenik, az számít, tudod. Komolyan az legyen, hogy név. Legyen az a neve, hogy név. Ekkora trollságot.
Ekkora trollságot. Jó, látom, Bajtíz is benne van a viccbe, úgyhogy következőnek még az is lehet, te mondtad. Jó, rendben, akkor ő név lesz. Téged választalak, név. És ő név rokon? Jó, legyen. Kis hipó. Nagyon jó lett, köszönöm. Most nem állunk meg szellempokért fogdosni, hanem igyekszek haladni is a sztoriba. Várjál, ott is fel tudok menni, meg ott dupla harc, akkor először nézzünk fel ott a létrán. Jaj, várjál, itt lent biztos van valami, amúgy miért tudnál lejönni? Hát persze, három ultraból. Majd lehet névmás is a következő. Felmászunk, oda nézzél, hogy mászik. Ahogy én mászok, mondjuk eddig tudtam mászni, oda már nem megyek, viszont tudunk pecázni egyet. Sálalálálá, mit fogunk? Hát mi mást, ezt megöljük, mert már van. Aki még jól érzi magát, még, vagy már jól érzi magát, az fejelje meg a like gombot. Köszönöm szépen, és igen, 24 órás live lesz, az holnap után, gyerekek. Nagyon durván elrepült az idő, valaki írta azt hiszem az elején. Nagyon kemény, hogy konkrétan holnap után már 24 órás délutántól, ugye vasárnap délutánig. Kár, hogy nincs alacsonyabb rangú ebből, mert lehetne név elő. Ne! Összerakok egy gyengébb csapatot, kiállsz ellenem? Ma még nem hiszem, mert nyilván akkor tudod úgy is rakni, hogy típusokban jó legyen meg minden. Lesz az a szint, amikor már felfejlődök és harcolgatni fogunk ProHungary. Majd ha túl leszek a ligán meg mindeneken, lesz. Tehát nem csak a ligáig fogunk játszani ezzel, remélhetőleg. Kár, hogy akkor délutánban dolgozom, de nem baj, 24 órás kimarad, majd lesz másik, amit talán tudok nézni. Figyelj, attól még tudsz nézni munka előtt per után be, őszintén. Amikor időd engedi. Én annak örülök, hogy többen is mondták, hogy kikérték szabadnapnak, meg a modiaim is úgy intézték magukat, meg minden. Aki jól érzi magát, az már nem fogja sokáig. Ajaj, Baxi, sus. A Baxi, sus. György Valkai, köszönöm szépen a 3 hónapos támogatást. Vagy várjál, te most megköszönted, vagy... Dedikálós Mongufta, sziasztok. Szerintem megköszönted, ugye nem tagságot váltottál, csak hogy tudjam, mert ugye megköszönés az is egy tök jó funkció. Egyrészt köszönöm, múltkor nyertél tagságot, úgyhogy szerintem megköszönted. Dupla harcnál nem feltétlen tartom jónak, ha a teki van elől, hanem tegyük be Ákost. Ákos és Mirtusz jó páros lesz ott elsőnek. Hello, Star Stable magyarul, ha csak be nem állodok a fáradtságtól, mostanában nagyon gyengének érzem magam a munka után, és akkor egy héten át tudnék aludni. Ó, oh, értem. Hát, remélem azért az erőd, energiád visszajön be a tőleg, és neked is le a kalappal. Azóta nem is voltam, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen. Ki van írva a közösségi fűre a tagságnál, hogy kitől kaptad, nem emlékszek őszintén. Vagy tőlem, vagy mástól, hát több opció nagyon nincs. Madártámadás pont nem a legjobb ezekre, de van egy szuper effektívem. Várjál, mondjuk szuper effektív a tűz is, akkor inkább tüzeljünk egyet. Igen, Shaquille-nek nagyon jó a defje, tudom. Meg nekem ez még messze fejlődő csapat. Szia Zoltán Hajdú Bátori! Na, nagyon jó, Ákos level up volt. Togetik tényleg cuki, viszont leszedi a madárkát. Az nem jó. Hát akkor madárka helyett én azt mondom, hogy behozzuk a patit. És innen pedig ugyanúgy megrugdossuk egy tűzzel. Még most folytattuk, igazából jól szeretem magát a játékot. Szépen haladunk előre. Mára belőttem célnak a 2 gymet, aztán meglátjuk, hogy hogy leszünk időben. Mirtusz is kapta. Keményebb ez a Togetic, mint gondoltam. Nem baj, Pati oda megy neki egy strength-et. És mi meg egy headbutt-ot nézzük meg.
remélhetőleg gyorsabbak leszünk. Elkezdtem húzni egy metapodot, 100-asra már 20-as. Na figyelj, már csak 80 szint kell és meg lesz. 100-as metapoddal jó lenne harcolni, Pati is level up-olt. Le is nyomtuk a duót, megyünk tovább. Hoppá, gyerekek, Pati továbbfejlődik, azt hallgattam, kiegek a játékban nem lettek valami jók. Hát attól függ, hogy honnan informálódtál, én is láttam videót, ami leszólja a kiegeket, szerintem meg jó, meg Baxi is azon a véleményem volt, hogy jó, úgyhogy... Figyelj, attól függ, mit vársz el, nagyon sok pokét behoztak a kiegekbe, van sztori, van harcrész, ennyiből áll a játék, tehát hogy igazából én nekem tetszenek a kiegek, még nincs meg, de majd meg lesz. Én jónak látom. Ne legyen az ember telhetetlen, várjon el kevesebbet, és ha kevesebbet vár el, jobban fog esni a DLC. Baxi például itt az ellentetje, nekem speci jobban bejöttek a DLC-k, mint az alapjáték sztoriban. És Szárnyas lány is azt. Ezért mondom, hogy én tudom, mi van a kiekbe, és nekem is például már csak az alapján is tetszik, amit olvastam. Tehát meg, átélni még nem éltük át, de majd átfogjuk előbb-utóbb. Diane. Most jut eszembe, hogy majdnem kiment a térdem. Vigyázzál magadra, Arceus. Ma 0. órában 101 oda-vissza kört futottunk, tesin, annyira izomlázam van, plusz el is kezdett fájni a torkom. Hát sajnos sokan betegek, tényleg igyatok sok teát, és vigyázzatok magatokra. Safk ellen küzdünk. Úgyhogy be, én például várom a kieges részt. Nyilván jó ez a 8 gym, meg stb. Rész is, meg a terepek felkutatása, meg ilyenek. Gyorsabb a safk. Ez meglepett. És leütötte az Ákos, pedig nem jó. Ajajaj. Azt akartam mondani, hogy pedig fejleszteni akartam. Figyelj, hozzuk be Szárnyas lányt. Meg az, hogy nektek a Sword Shield tetszik, nekem pont nem a kedvenc részem. Igen, például Aiminek a... Melyik tetszik jobban? A Brilliant Diamond. Nekem pedig az tetszik kevésbé. De hát ízlések és pofonok, hogy kinek mi tetszik. Majd feléleszük Arceus-t. Hát nem hatott a sárkány támadás. Én nem akarok előítéletes lenni, csak hallottam, meg amúgy is gondolkodóban vagyok, hogy épp gép után veszek egy Switch-et. Azt mint mondottuk, azt még nem féleképp tudom támogatni, a konzol kell, és mondjuk nem Xbox vagy PS, hamarabb mondok Switch-et. Gen 8 jobb, mint az 5. Ezt én így annyira nem tudom. Én nekem majdnem minden generációban vannak kedvenceim, meg kevésbé kedvenceim is. Na most itt feljöttünk, mi van, ha itt lemegyek? Mert ugye itt rengeteg út van. Ja, hogy itt nincs másik út, csak egy út. Végre megjött a kajám, sok húsos távegyes köretel. Hát figyelj, jó étvágyat kívánok. És közben a trade is elkészült, úgyhogy mindjárt megnézzük, mit kapunk. Amúgy múltkor emlékeztek, kaptunk nagyon ritka pokékat, azok sajnos hackkel pokék voltak, erről szerettem volna beszélni a live-ba, mint például, ami most is jön a pokegens.com-ról, aminek ilyen .com vagy hasonlók vannak, ezek általában hackkel pokék, ezek azért shinik meg minden, mert valaki beleteszi, Baxival beszéltük, ezeket el kell engedni minél hamarabb, és ennyi. Tehát, hogy ezeket sajnos nem érdemes megtartani, mert bannolni is lehet ezért a játékost, hiába trade-ből cserélte. Úgyhogy ilyenkor két opció van, az egyik, hogy gyorsan elengeded, a másik, hogy visszadobod trade-re, bár szerintem ez Baxi nem támaszza alá, de ne tudd meg hány embertől kaptam már itt trade-be. De hogy alapvetően ezeknek nem szabad örülni, mert ezek nem valós pokék, hanem generált programokkal generált pokék, és sajnos ezeket így nem jó megszerezni. Most próbáltam úgy fogalmazni, hogy miért szar. Ash Grayfan Maid, szerintem nem hivatalos, de kérdezzétek Baxit, mert tényleg ő a komponensebbe, tehát nem hogy mondják, sokkal többet tud, mint én. Igen, azért is mondom, hogy ezért nem szabad őket megtartani, itt a Trampics amúgy. 3D-es játékban volt, hogy mentésemet törölte egy hackelt poké. Igen, nekem is volt egyszer, hogy konkrétan kidobott a játékból, tehát azért mondom, hogy ezeket minél hamarabb el kell tüntetni, ha kapsz. Véletlen is. Húha, ez most baj, mert a Trampics le fog nyomni. Na jó, egyet harcolunk, de... Néztem az előző live-okban, miért ad valaki ingyenes shiny-kat. Hát igen, mert sajnos ezek nem valós dolgok.
Igen, Mirtus beáldoztuk, de ez várható volt. Na, megküzd a kis testvérével, szárnyas lány. Lényegében. És akkor olvasom Baxi véleményét a hackelt pokékról. Generált hackert pokéknál sose tudni, hogy mennyire csinálták meg jól, vagy mennyire szándékosan rosszul. Nem éri meg rizikót, hogy mentésedet bukhatod, vagy bannolhatnak miatta. Így van, nagyjából én is ezt mondtam. Miért nem tudom elkapni? Haló? Akkor legyőzzük. Ja, már lent van a föld alatt, hülye vagyok. Szia, Deathlord. Ma elkezdtem rekordozni ezt a szóban, mert boldog lóhét van egy hétig, ami azt jelenti, hogy minden ló gondozását megcsinálták helyettünk, ha minden igaz. Én szoktam Shiny-t dobni Surprise-ba. Amúgy én is kaptam már Shiny-t normálisan, tehát hogy más neve volt, kisebb szintű, tehát hogy van, amikor kapsz. Mától reggel 7 órától 15 óráig vagyunk, rendben. Ha Inkét akarsz átalakítani, akkor ki kell venni Switch Dogból. Na, ezt nem is tudtam. Elkezdtem a Pokémon Unite-ozni, eddig nagyon tetszik. Örülök neki, Deathlord. Tiffy is nagyon rákapott, most itt is van szerintem. Lehet neki is nevet adni, srácok. Az emoji alatt jöhet a Trumpics név, attól, hogy van egy fejlődésünk, aki szárnyas lány. Mi legyen a nevem, rendben van, akkor ez lesz. De ez nem túl hosszú, a vonalakat nem írom be, mert 12 helyen van. Hát lemaradt-e szárnyas lány sajnos? Mi legyen? Az se fog kiférni amúgy. Mi legyen a nev? Ennyi fér ki. Figyeljünk oda a 12 betűre. Be a gyorsnak kell lenni. Ott egy laszti. Na, ezt gyorsan eldobtuk, de ugyanattól a cusztól kapjuk, tehát hogy semmi értelme nem lett a cserének. Igen, igen, ki is raktam, le vagy maradva a Star Stable magyarul, vagy ma adta ki új kódot? Na itt lenne a Bulbasaur, de hát ez csalós Bulbasaur. Tehát, hogy én ki is raktam Instagramra is, meg YouTube közösségi fűre is, ha tegnapira gondolsz. Azért mondom, hogy lehet le vagy picit maradva, meg Discordra is bedobtam. Vagy nem egyről beszélünk. Na ez látod csak egyes szintű, de ez is valószínű, hogy csalás, azért dobjuk tovább. Ne maradjon itt. Amúgy én nem ajánlom, hogy trédeld őket. Akkor a következőtől inkább release-eljük, rendben van. Ja, hát azt kitettem. Igen, Star Stable magyarul az SC változásról is volt szó, hogy teljesen reális, amennyit emeltek meg minden. Kérlek, olvasd Discordot. Á, értem, értem, Baxi. Akkor release-eljük inkább az összeset, amit kapunk. Az is egy megoldás, de itt vadon tudom release-elni, mert elvileg, ha jól tudom, azt csak központba tudom. Várjál, keresem az utat, hogy merre megyünk tovább. Ja, hogy emulátorral. Mondjuk telefonon én nagyon szerettem a Unite-ot, tehát hogy én inkább telefonon szeretem. De kinek mi? Próbáltad azon, Deathlord? Aha, vele még nem küzdöttünk elvileg. Nikola. Majdnem Mikola. Skorupi. Megnézzük, Karolini mit csinál vele. Névválasztást kérek Beának, köszönöm, és egy kólát. Köszönöm a 400 forintos támogatást, Zsolt, akkor Be a következőt fixen nevezheted majd. I'm Rella Roblox, szia, hogy vagytok? Köszönöm szépen, jól, hétvégén lesz 24 órás live, és lesz benne Roblox, mindenféleképpen várlak majd. Na, próbálkozzunk. Persze, de nekem telóval az a baj, hogy lapát kezem van és félre nyomok. Ja, hát meg kell szokni, igazából nekem meg a Switchen nehezebb, mert más az irányítás. Nagyon szép. Painward, az a acél típusú Pokémon. Behozzuk ellene a patit. És te hogy vagy, Rella? Na, Pati, mit szólsz, hogy ilyen nagy ló lettél? High horsepower.
ma kaptam oltást, ilyen kötelező védő oltást. Na, szárnyas lány level up-olt. Na, itt kell tovább menni, meg is fejtettük. Oké, Bea. Szólni fogok, hogyha lesz új poké. Na de közben Yu-Gi-Oh! Duel Links, ez nem jó játékot addig is. Ha valami csodás, ugye? Na ott a kofingot, Pati. Ha nem a tied. Adjunk egy szlemet. Szia Nápoi! Hali, van egy kis szabad időm, most hogy sikeresen túléltem, hogy a nyakamba akasztottak egy tánc koraó betanítását. 7 dogát, amiből 3 tézé, szerintem jók is lesznek. Hát akkor ez egy nagyon hosszú nap volt, de annál produktívabb, és örülök, hogyha jól sikerül. És rád fér a pihenés. Egy hacker shining volt összesen, egy aranyos fenekén, az Alpha Sapphire-ben. Nálunk 5-en is betegek, és kitörőknél, öten is beteg a kitörőknél, naponta dől ki egy-két ember. Hát sajnos ugye influenza idő is van, meg jön az ősz, az eső, minden. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez mindig is ilyen kényesebb időszak volt betegségek terén, az ősz meg a tél. Jön egy Sudowoodo, maradunk. Vigyázni kell nagyon, egyetek sok gyümölcsöt és igyatok sok teát, tényleg. Hosszú hét, igen, tök boldog vagyok, hogy megértettem a matekot, most ünneplem egy pizza társaságában, most malacozok. Rendben van, hogy vannak a malackák és jó étvágyak. Hali Bende Goose, most tudtam jönni, csak mert atlétika edzésem volt, és hogy sikerült az edzés, jó man? Na közben Dunsent lenyomtuk, olyan szomorú lett. Ott a nagy Diglett a háttérbe. És be is érkezünk a városba. Milyen kis hangulatos. Reggel keltem fel, hogy fáj a torkom, de tegnap este meg semmi bajom nem volt. Nálunk az egész osztály fulldoklik, de nem küldenek minket haza. Hétfőn a tanár ment haza, mert miután megtartott 3 órát a 4-ből. Hát érthető, hogy nekik az a céljuk, hogy megtanuljatok minél több mindent, meg minden. De rossz szituáció, hogy mindenki beteg, az tény. Jó, ment, csak a lábam fáj. Az nem túl jó. Közben 22-en vagyunk, srácok, aki még nem tette, dobjon egy lájkot. Köszi, és örülök, hogy itt vagytok. Végül is csütörtök van. Ez random információ volt. Várjál, harcos Jin jön, az azt jelenti, hogy elvileg minden pokém jó lehet ellene, a nagy tekit azt lehet, hogy kiteszem, mert őszintén nem érzem, hogy nagy haszna lenne a harcos Jinnél. Helyette megnézzük, hogy az alap pokékból van-e, aki talán jobb lehet, de nem vagyok meggyőződve. De Dino eleve nem jó ellene, az azért nem hozom be. Végülis Amy, mint egy madár Pokémon, tartaléknak szerintem a teki helyet bejöhet. Bár tény, hogy pici a szintje, meglátjuk. Dragót nem teszek be, mert szuper effektív a harcos a sárkányra. Na, kapunk helyette egy Duskult. Zwirlicht! Valószínűleg egy német játékostól kaptuk. Zwirlichtet. Megnézzük, hogy már volt-e nekünk. Alapvetően. Aha. Ő 36-os, a Zwirlicht. Hol a Zwirlicht? Nem látom, a fátú az erdőt. Zwirlicht. Valaki látja, az írja már, hogy melyik oldalon van. Ott van lent. 30-as, ez kisebb, őt visszadobjuk. Egyébként milyen Pokémon játékokkal játszottál, abból melyik tetszett a legjobban és melyik nem? Hát amiket végig toltam, ugye azok a Let's Go játékok, én nekem azok ilyen közepes szintűen tetszettek. Volt, ami külön tetszett benne, volt, ami kevésbé.
más volt ugye a mechanika, inkább pokégó alapú mechanika volt, hogy el kellett kapni őket, nem nagyon a harcra volt kiélezve a dolog fejlődési szintileg se, itt egy labda. A Brilliant Diamondot félig vittük, majd folytatjuk, de nekem az írtó lassú, nekem az egy negatív, mint játék. Aztán az Arceus-t nagyon szerettem, de tény, hogy rövidke a sztoria, és még azt se vittük teljesen ki. Az alapsztorit igen, de még a legendásokat nem mindet. Ezt pedig nagyon élem, nagyon szeretem, egyik kedvencem, és nagyon kíváncsian várom az új poké játékot. Régebben Pokémon Stadiummal játszottam ugye emulátoron, de az majd érkezik Switchre az előfizetőknek. Azt szerettem, az egy aranyos régi játék, az igazából a régisége adja az aranyosságát. Így körülbelül ezeket mondanám. Ki nevezte el Scraggyt atyagatyának? Szerintem Anna volt, de nem biztos. Őszintén az a baj, hogy nem emlékszek minden nevezésre. Vagy Zsolt, vagy Amy? Jó kérdés, mi? Na ki emlékszik, ki nevezte el? Romhackeket meg eleve nem említek, mert eredeti játékokra törekszünk. Na, Hope-pal újra összeütköztünk, rég láttuk a Hope-ot. De hát a remény hal meg utoljára, meg Hope. Nyuszi Hope. Már 4 pokéja van, vagy még mindig. Ó, van egy Cremorantja. Hát ha ez madárpárbaj lenne, lehet, hogy nem lenne jó. Emerald, nem rossz. Nézzünk meg rá egy Plakkot. Ja, hát és a Poké Unite az más kategória, de nagyon szeretem. Én csak egyet neveztem el, akkor nem a Zsolt volt, én azt hittem pedig. Szia István! Igen, tudom, hogy a romhackek live-olásáért bannolhat is a Nintendo, tisztában vagyok vele. Azért nincs is romhack és nem is lesz. Hallod? Rám köpte a halat. Mondjuk ez nagyon fájt. Ez éppen hogy csak nyerni fog az én madaram Ákos. Vagy még nem is. Hoppá! Megint leverték Ákost. Hát most nincs szerencséje a madaramnak. Ezt benéztem. Akkor én itt, mint a kismadarat lehívom. Rendben van, Bajti, szia. Most értem haza a melóból. Jó pihenést István, és milyen napod volt. Adunk neki egy ilyet, hogyha túléli. Jó, túléli. Oda nézze, Amy, vert szét a madarat. Hope erősödött. Pati level up-olt. Az a majom, nem a tvecski, vagy hogy mondják. Dave Squirtben van olyan, ahova chestek... Mi? Cheateket lehet írni? Én nem is használnék csalásokat, nem is értem Arceus a feltételezésre. Játszunk tisztességesen. Azért ne teregess ki... Mindent? Jó, ha vannak titkai, jaj. Nagyon fárasztó. Elhiszem, banyek közben baj, elfelejtettem teregetni. No! Ja, mert azt kezdted el éppen Szárnyas Lány, mikor indult a live. Hát, Amy-t itt ezt kinyírja. Behozzuk Mirtuszt. Ránk énekelt a majom. Na, egy tüzes rúgást oda. Ja, már nagyobb a majma, mint mi. Várjál már, most nézem, hogy HP már 33-as, mi meg 32-esek vagyunk. Igen. Lehagyott egy szinten minket a HP. Mármint a kezdő Pokémonjával. Na, most már utolértük, mi is 33-asok vagyunk, Amy 24-es. Szilikobra, ő talán föltípus, de még ezekkel nem vagyok teljesen tisztába. Jöjjön ellene a Pati. A Kobra kígyó ellen ledobjuk a Patit. Eltaláltam amúgy, hogy ő földtípusú lenne? Hát igen, ez nem hatott rá. Azok a szemek. Beparalizálta. Én eddig minden játékot csalás nélkül vittem végig. Hát alapvetően én is azt támogatom.
Én meg a Sims-be se csaltam. Mondjuk amennyit játszottam vele. Ha már Pokémon, nemrég olvastam angol híreket, hogy valaki egy üveggömbbe zárta a kedvencét, mert annyira Pokémon rajongó volt, hát nem lett jó végát. Az emberi hülyeség határtalan, tehát hogy ilyen mindig van Deathlord, de nem kell hülyének lenni. Sajnálom azt az állatot. Valaki tudna segíteni evolválni a boldalom? Nem akarom, hogy random ember belopja, de trade evolja van. Figyelj, gyere fel, és én elcserélek veled valamit, és visszaadom, ha úgy jó. Mit szólsz? Segítek benne. Hát, ha nekem is van trade-es pokém. Swordben lehet G-maxolni, vagy csak Dynamax? Szerintem csak Dynamax, de ebbe se vagyok még biztos. Én segítek szívesen, Pro Hungary. Nézd meg a hóp, hallod, nem bírjuk legyőzni a hópot, gyerekek, tehát most már végre valami kis nehézségi szintbe ütköztünk. Ha elakadtam, megnéztem, hogy neten hogy kell megcsinálni, néhány poké tud G-maxolni, értem, köszönöm a pontosítást. Adjunk egy dupla rúgást a kígyónak, az a baj, a digeléssel nem is tudok nagyon mit csinálni. Mondjuk dehogy nem, ha behozok egy madarat, patit vissza, és most behozzuk az Amy-t, 14 HP-val nem fogja eltalálni, mert repül. És ha gyorsabbak vagyunk a kígyónál, akkor Amy legyőzi, elméletileg. Majd kiderül, hogy most jól kalkuláltam-e. Teljes mértékben jól kalkuláltam. Earthquake akkor is hat, ha a föld alatt van az ellenfél. Köszi, Baxi. Na például ezt se tudtam. Tox, nem figyeltem, toxikrók lenne? Megnézzük szárnyas lányjal. És amúgy is nagyon jó föltámadás, az mondjuk igaz. Nem figyeltem, vagy Toxel? Még az is lehet toxos kezdés. Toxel! Ő cuki, ő van Dave-nek elnevezve nálam, mert mondtam, hogy az egyik kedvenc pokém volt a annó. Na. Szárnyas lány így homokos lendítés, ilyen homokvihar és puff, vége. Gyönyörű volt. Na jó van, csak nem kaptunk ki Hope-tól, de azért most már meg kellett küzdeni vele, nem az volt, hogy simán. Hol volt a Vulu? Kinhagyta a barikáját. Hiányoltam a Vulut. Emlékszem, hogy régen mindig örtvékeltem mindent, ami utamba volt. Na, megjött Opál néni, csókolom. Odaadta be a liga kártyáját. Ott megy a néni. Na, akkor mi menjünk vissza hílelni. Baxi used earthquake-etek, azaz. Na, így végül is csak ott van a kis Noctál is, legalább látod, Amy egy kicsit betettük. És akkor szerintem majd nézzük is meg lassan a gymet. Ugye az felfelé van, itt még lent megnézzük, hogy hova jutunk, itt van valami kis utca. Ó, digletek! Várj, fel tudok mászni a háztetőre! Hallod, mint a nem tudom, Donkey Kong, nem a Super Mario-ba voltak létre, Donkey Kong meg a Popeye játékba. Igen, itt egy bácsi, szomorúnak tűnik. Nagyon szép vagy, babám. Várjál, mit kell neki adni? Marketuszt, és ad érte egy hatennát. Van nekem olyan, hogy Marketus? Ja, nem, miért nem engedi? Ja, mert azért, mert ez kész. Oké, mindjárt csinálom a trédet veled. Csak Cvirliktet Tenzónak továbbítjuk. Háztetőn bal oldalt lent van egy aranylabda, ahova most felmásztál. Láttam, mindjárt megyek oda. Na, egy Rakraf. Várjál. Egy Metal Coat. Aha. Egy Venosok támadás. Megkérdezhetem, hogy a live-ok miért vannak, hogy egymás után és nem random.
Ezt még egyszer? Nem random. Nem egészen értem. Na várjál, link trade, és akkor ide kell ugye beírni set code. 2002 0209. Én se értem, Deathlord Nugi. Keres Pro Hungary. Aha. Na, akkor én adok neked random ezt a Rakraffot mondjuk, és akkor visszatrédelem neked majd őt. Igen, én se értem. Hogy miért sorrendbe haladunk a játékkal? Vagy nem egészen értem tényleg. Bocsáss meg. Próbálok én is rájönni a megfejtésre. Na, akkor Gabi most megkapja ideiglenesen a Rakraftot. Ha gondolod, adhatsz vissza mást helyette, mert volt már Rakraftom, rád bízom. És akkor ez most itt a minden igaz átfejlődik, és odaadom. Mire gondolt a költő? Legrosszabb volt irodalom órán. Hát nem tudod, mire gondolt. Lehet, hogy nem is arra gondolt. És Boldor most továbbfejlődik? Igen. Boldorok a lelki szegények. Nézzük csak. Újra szép amúgy. Nagy sziklatömb. Gigalit. És akkor vissza is adom, jó? Trade it. Remélem jót adtam. Most valamiért most egy tojás mutat. Azt nem tudom miért. Ja, tojást kapok? Értem. Majd akkor kikeltetjük. A meglepetés, kinder meglepetés. Egy egg. Dr. Eggman küldi. Szia Ash, szép délutánt. Egészségedre. Nem, Baxi, ezt nem. Amúgy nagyon jó a zene itt ezen a részen, nekem tetszik. Mindjárt majd megállítom, srácok, mert majd Janától elköszönök nem sokára, mert megy el itthonról. Utána szeretnék szerintem a gymbe belekezdeni. Na, ott egy ház. Mit főz itt ez? Flight megkaptuk. Excellent choice, az. Milyen napod volt, Ash? Jól sikerült, te jól telt? Végül is. Jó, nézzük meg a gymet. Itt mindjárt mentünk egyet. Arra van valami út, de szerintem arra még nem tudunk elmenni. Nem arra gondolod, hogy minden nap van live nagyjából, és nem úgy, hogy mondjuk, amikor kedved van. Ja, hát akkor tartok, amikor kedvem van. Tehát, ha nincsen kedvem, akkor simán azt mondom, hogy ma nem tartom meg. Volt már erre példa, hogy annyira rossz kedvem volt, vagy rossz napom, hogy kiírtam, hogy elmarad. Na, a harcos gym. Nem volt a legrosszabb, de figyelj, nem a legrosszabb, az már egy fokkal jobb, mint a legrosszabb. Kapunk egy heavy bolt. Mástól kapunk vajon valamit? Van egy bogárpokés emberke. És akkor megyünk is a gym szobába, átveszük ugye a 25-ös ruhánkat,
Úgy akartam kérdezni, hogy 24 órásban miért nem random játékokkal játszasz, miért menetrend szerint? Mert szeretnék azokkal a játékokkal játszani, amit alapvetően szerettek ti nézők és én is. És ha csak randomizálva lenne, simán lehet, hogy akkor 10 órát Fortnite-oznék, és észre se venném az időt, és nem jutna idő minden másra. Milyen teremeze! Élő flipper golyók lettünk jelenleg. Akkor flipperezzünk egyet. Utoljára születésnapomon flippereztem. Szerettem. Van itt olyan, aki szintén játszott flippergépen? Vagy Rex az hasonló volt talán. 3, 2, 1. Na akkor ügyeskedjünk. Aha. Mennyi balra. Nagyon jó. Bepörgök. Finish. És akkor az első fight. Persze a régi P3-as gépen. Még én annól a régi PC-men is volt flipper játék. A legelső PC-n. Stuffle! Mondjuk ez sötét type. Én nagyon harcosra számoltam, de bízom benne, hogy a madárka lenyomja. Jana mit csinál? Szerintem mosogat. Legalábbis én azt tippelném. Mosogatsz, babám! Nem derült ki. Én nagyon szeretek flipperezni, mivel most készült el a teraszunk, és majd kölcsön kérünk egyet anyum főnökétől. Na, tök jó, Amy 25-ös lett. Nem figyeltem mi jön, de Mirtus csak jó lesz ellene. 7 évesen felmérgeltem egy csapat öreg embert, mert megdöntöttem a rekordjukat. Az szép, 5 millió pontot egy labdával. Beaver! Nem erre számoltam. Ez nem fájt neki. Úgy is mondhatjuk. Hát ebből ki kell majd menni a gymből, az 100%. Jöhet szárnyas lány. Na, az dobhatod is tovább a sűrűn annak Insuroart. Bugbuzz! Hát, nem egészen. Mi a jó erre a pokéra? Milyen szintű támadás? Harcos támadás? Végül is sötét. Ez baj. Ja, bájta, meg még annyit se fogok sebezni. Későn jöttem rá. Leszedi a szárnyas linebacker. Nem tudok cserélni. Ops, rossz bomb. Láttam, persze. Ezzel kellett volna amúgy kezdeni, hogy körönként sebezzem. Hát, szárnyas lány rip. Keményebb volt nálad. Gyere, Karolini. Normal fighting type. Ó, bakker, én azt hittem, hogy ő dark. Akkor ezt néztem be nagyon. Oké, jó zongorázás. Pont írni akartam javaslatot, de a laptop azt mondta, hogy nem. Oh no. Mindegy, hát leszedem így is, csak az ez kicsit így nehezebb volt, mint terveztem. Jó. Ilyen hangja volt. Na, Karolini level up volt.
Jó, én azt mondom, ezzel a csapattal még egyet kibírunk, és utána kell kimenni gyógyítani. Még most egyből nem megyünk ki. Akkor pörögjünk. Oh-oh. Hát ez visszaüt. Nem egészen értem az irányítását ennek a pörgős vacaknak őszintén, nem nagyon akar kimenni oldalra. Hogy megyek ki? Mert pörögni tök jó tudok. Ja, talán meg vagyunk, nem. Hogy megy ez ki oldalra? Á, megvan. Hú, de be kell pörgetni. A jobb Joy-Con-nal ballal semmit nem csinál, szárnyas lány. Vagy de? Teljesen másik irányba el kéne menni. Na, most már rájöttem erre, aztán... Jaj, de jó. Jó, menjél arra. De ne! Visszaesés lesz. Oké. Okay. Már is mindjárt csak... Nem tudom pörge... De ne ess vissza, könyörgöm! Mindjárt! Oké, okay. És ezzel kell a végére. Pörögjél be! Jó. Aha, ez se jó. De ne, visszalök. Jó, ez nehezebb, mint gondoltam. Minigame vagy? Az gymnél mini feladat, de nem úgy akar menni, ahogy én akarom, mert elvileg erre kell pörgessem. Jaj, de jó, meg lesz. Jó. Diós csak is. Majd erre a zsapkamba is kell. Ott van melletet. Finom. Oké, okay, rendben, Pro Hungary, jobbulás, szia. Mellesleg a gym... Mi? Ez a gym, nagyon utálom, gymjeim között volt. Hát eddig nekem se lett a kedvencem, megnézzük most milyen van a következő emberkének. Meg feladatilag is ez kicsit olyan, nem tudom, volt már ennél kreatívabb és érdekesebb is. Claire, egy farfest. Nagy hagymás farfest. Hagymás csirka. Tudom, azért jutott eszembe. Hát figyelj, megnézzük, hogy egy plakkot túléle. Detektel. A detektív. Ez a nem detektív Pikachu, detektív Farfetch-t a következő film ötlet. Ja, most végig detekteli? Nem, ez már betalál. Jó, ez szép volt, de még egy ütés kell. Nincs egy viketekken? Hát az pont nincs. Kivédte. Akkor legyen egy pack. Igen, ebből lesz a fejlett Farfetch'd, aminek nem tudom kimondani a nevét. Sirfetch'd? Sirfetch'd? Sir. Na, Ákos 33-as lett. Na jó, a Claire-t azt simán lenyomtuk. Bár mondjuk lehet, hogy felpotizok mindenkit, én nem akarok kimenni, ha már eddig lejöttünk a gymbe. Még egyszer itt végig kéne gondolom végig jönni, mi? Szövefest, oké. Okay. Megint megpróbálunk felvergődni, várjál. Másik irány! Kettőt és könnyebbet. Barátom kutyája, mint a beteg lenne, olyan szomorkásan jár és nem akar enni. Hát ez bármi okozhatja igazából, lehet, hogy nem szereti a frontot is, nem kell mindig egyből a legrosszabbra gondolni. Mármint van nagy hatása van a kutyákra az időjárás, mint az emberekre is. Na, ez se így. Menjél onnan ki oldalra, úgy. Lehet olyan nagyba bele kell ütnöm, hogy kijebb tudjak menni. Hát azért frontok is voltak mostanság. Úgy, és akkor itt le kell vergődni minél messzebb, úgy. Jaj, de jó, ezt így gondoltam. Ez majdnem, oj, de jó, megcsináltam. Na ez ment a legkönnyebben egyébként. Nézzük, milyen van.
Simon, ami nyilván Simon, Hitmonlee, egyik kedvenc harcos Pokémonok. Beütöttek a célba, hát konkrétan, szia John, nem az én érdemem volt, hogy beértünk. Megplakoljuk. Túlélte. Viszket az orrom. Élt, ó, 1 HP-val túléltük, nagyon jó. Úgyné. Mi ez a mérges krumpli? Nagyon jó harcos Pokémon. Level up volt Mirtus és Amy. Most ilyen Hitmonchan, az ellen behozzuk Patit. És akkor valószínűleg egy Hitmontap lesz a harmadikja, de ez a 3 unidé Tyrog tud tovább fejlődni. Nem, csak 2 Pokémonja van, akkor nem lesz harmadik. Armaldo vagy Kabuto? Én Kanto favorit vagyok, úgyhogy Kabuto. Na, szépen megrúgdosta. Match Punch. Patinak felmegy a védelme, ha bántják. Szeretnék új cuccokat a malacoknak, csak ilyen több ezer dolgok kiegészítővel, szóval megpróbálom majd megvarni ilyen kis bejáratos hengerbújó. Az jól hangzik. Csak arra figyelj, olyan anyagból legyen, amit szeret a malac, hogy nem lesz, vagy be akarjon menni rajta, meg ilyenek. Bár ez nehéz, úgyhogy mit szeret. Muki például simán szerette az ilyen plétszerű dolgot. Valóságban nem igaz, igen, valóságban ne bántsátok, Pati. Na, mentünk egyet, és szerintem itt hílelek, nem megyek innen ki. Max Revive, egy darab van. Szárnyas lányra berakjuk. Nincs, de van sima revive-om, ja, de az nem is kell, csak fel kell hílelni. Adunk egy limonádét Karolininek. Meg Pati is kér egy limonádét. És egy szuper potit adunk Ákosnak, Mirtusnak is. Illetve... egy tejet Ákosnak. Így. Akkor bele is csapunk a gymbe. Pati ahhoz képest, hogy fura Pokémon, nekem egész hasznos. Amúgy igen, jó az a... nekem egy Rhydont helyettesít a Pati lényegében. 2 ilyen másik zoknit kinyújtanék, hogy tágas legyen, és egymásba raknám, 2 közé puha tömést tennék. Jól hangzik, egy próbát megér persze. Szeretem a tejet, főleg a csokisat. Mi ma kakaóztunk reggel. Ma kakaóztunk, babám, vagy tegnap? Ma ittunk kakaót, vagy tegnap? Tegnap. Igen, van mit valamit is. Igen. Tényleg. Kakaót. Na, akkor jön a bulizó zene, ott van Bea. Bea, besétáltál, csak mondom, ezt te vagy. Ott van az a neve, Bea. Rendben, rendben van, Nápolyi, köszönöm, hogy benézted, és ha van kedved, még vissza tudsz nézni. Na, Bea a harci Pokémonok edzője, kis gyúrós leányzó, Hitmontopot válassza. Igen, emlékszek be a... Na, mi pedig Ákost. Megnézzük, hogy Hitmontap ellen mire megyünk az Ákoskánkkal. Hát remélem, hogy sokra. Nem akarom még egyből megnövelni, úgyhogy csak egy plug támadással indítjuk az első mérkőzést. Félig se szedtük le, de azért ütöttünk egy nagyot. Ő revanzsot, revanzsként arcon rúg minket, ezt a csőrünk bánja, semmi baj. Még egyet beplakkolunk azzal a lendülettel. Bízom benne, hogy kritikál, de sajnos nem. Kantúr támadással visszarúg, és Ákost leütötték. Sajnos Ákos ellen győzött Hitmontop, az baj. Viszont ezért van nekünk Amy, bizakodunk benne, hogy a kis szintű Amy 26-os szinten le fogja verni Hitmontapot, és kap egy csomó XP-t. Aztán meglátjuk, hogy így lesz-e. Egy R/ támadást adunk neki. És szép 1-1, Amy egyenlített.
És egyből level up-olt is 27-re. Lenhagyjuk Amy-t harcolni, azért kihozzuk a maximumot belőle, megjött Panguru, a koala, majdnem azt mondtam, hogy a kenguru, de azért Biosból jó vagyok, ez nem kenguru. Adunk neki még egy szuper effektíves támadást. Gonosz nagy maci. Jó, ez végül is szépen beütöttük. Ő egy sötét karmolás támadással Amy-t hazaküldi pihenni. Látod, Amy, hazaküldtek. Most az a kérdés, hogy szárnyas lánynak van-e vajon valami repülő támadása. Bár nincs, de a Szent Tombbal végül is tudjuk sebezni a pokét körönként, úgyhogy szárnyas lányt én beeresztem a nagy medve ellen. Meglátjuk, hogy ez jó döntés volt-e. Adunk egy Szent Tombot. Nem hatott, az baj. Hát szárnyas lányt szó szerint lecsapták, mint a bogarat. Ez nem volt jó ötlet. Húha. Azt mondom, akkor harcoljunk, jöhet Mirtus. A kis nyúl. A nagy mackó ellen, aki ad neki egy dupla rúgás támadást. Hát ennél egy kicsit erősebb kellett volna, úgy gondolom. Újra kapunk egy sötét karmolást, és a sötét karmolást Mirtus ugyan túlélte, ezért egy tűztámadással úgy gondolja, hogy visszavág, és Pangurút haza küldi pihenőre, nagyon szépen. Viszontlátásra. Jó, Karolini level up-olt, és ilyen szírfest, vagy szörfest. Hát aki ellen Mirtus azért remélhetőleg támadhat egyet, azért beleadjunk egy nagy ütést. És még ezen kívül neki van Pokémonja, úgyhogy Dave-nek lehet, hogy revive-olnia kell majd. Adunk egy tűztámadást. Jó, ez végül is nem volt rossz, viszont Mirtus ezzel beáldozta önmagát. És innen jön a logika, hogy most vagy bedobom Karolinit, akinek nem nagy értelmét látnám, vagy bedobom Frogpatit. Én azt mondom, hogy nézzük meg Karolinit. Harcos vs. harcos, ez itt a harcosok ligája. Kérdés, hogy én mire megyek vele, adunk egy slam támadást. Hejj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 
amíg Karolini összekapja magát, addig ilyen felélesztett riváival egy Ákost mindenképp. Hát igen, Karolininek viszont látása. Vajon ez a farfest csak harcos vagy madár is? Hát minden esetre bedobjuk Froppatit, mert szükség van rá. És ajjajjaj, effektív végül is. Adunk egy High Horse Power-t. Jó, leszettük. Csak harcos, köszönöm Émi. Jó, Pati nagyon ügyesen lerúgta a vesét. És akkor jön Machamp. Be a legerősebb Pokémonja. Lerúgtat pontosan. Viszont Dave pedig szuperpotizza Ákost. Van egy érzésem, hogy szükség lesz rá. Ajjaj, Gigantamax következik, Bea egyből beveti a nagy ágyút, a hatalmas Machampot. Azért ez már egy kicsit ijesztő, ott néz oda, hogy feszülnek az izmai. Azt hiszem Pati bajba lesz. Ez egy rövidke megállapítás.
Pati, állja a sarat, fele HP-ja fogyott le Patinak, oda nézzél. Patit kemény lóból faragták. És nézd meg, túlélte Pati azt a mindenit. Közben a közönség őrjöng. Azért Pati úgy dönt, hogy ad a Machamnak egy nagy rúgást. Hát, ha túléli. Ezt is túlélte! Nézd oda, Pati nagyon kemény! Két támadás túlélt. Erre büszke vagyok. Közönség a Stomból, oda néz, arcon rúgta. Hát, ő meg se kottyant a Machamnak. A Machamp megszorongatja Patit, és Patin elmegy pihenni. Szia Pati, köszönjük, hogy túléltél három kört. Ákos, benned az utolsó reményem, ha téged kinyírnak, akkor game over és kezdhetjük újra, úgyhogy remélem nem ez fog történni. Összement a Machamp a mosásba. Így most már a sima Machamp ellen egy óriás madárral remélem, hogy nyert ügyem van. Megnöveljük a madarunkat, Ákos, gyere! Oda nézzél. Egy óriási madár. Jó madár. Tömeg tombol, adunk egy hatalmas hurrikán. És túlélte a Machamp, ajjajjaj. Ajjajjaj. Az baj. Jaj, de jó, hogy nem támad. És akkor adjunk egy Max Darkness-t. Mi is megszorongatjuk. Viszont látásra, Machamp. És szia, Mici! Üdvözöllek, hogy vagy mi újság, milyen napod volt. Hoppá! Ákos 34-es megtanulja a Drill Packet. Hát ez most is jól jött volna, úgy egyébként halkan megjegyzem. Nagyon szép. És megvan a gym. Hát ez kicentisztük, srácok, őszintén. Be a nagyon kemény ellenség volt. Ez a gym tényleg nehéz volt. Ez most... Ez oda tett. Tehát ez kellett ehhez küzdeni. De így a jó. Volt valami kis izgalom. És mennyivel magasabb nálunk Bea, csak úgy mondom. Meg mennyivel nagyobb keze van, mint a miénk. Hoppá! Megvan a negyedik gym. Megkaptuk a revansz nevű támadást. És a harcos uniformot. Tehát ezt majd átveszük, ha találok egy átöltöző helyet. Pedig amúgy kisebb vagyok nálad, ez igaz. Valaki megérkezett, a kiskutya. Ez azt jelenti, hogy Szonya visszatért. Most, hogy lenyomtuk. Kabum! Valaki robbantott a vörös bányánál, vörös márvány bányánál, nem tudom ki lehetett, az mindjárt megnézzük. Szia Viki, mi újság? Mondjuk vissza kéne healelni a csapatot, mielőtt oda elmegyünk harcolgatni. Na ez meg elütem szegény járók előtt. Egész jó napom volt, bár fáradt vagyok, mert nem tudok aludni már, vagy lassan két hete normálisan, mert nemrég elhoztuk a kiskutyámat, és nem a legkönnyebb mellette aludni. Hát tudom, mikor nálunk is volt cica, vagy bármi, azért nehéz úgy aludni meg minden, de kitartást, és majd remélem, hogy lesz időszak, amikor kipihened a fáradalmakat, Mici. Következően minden igaz, akkor Mrs. Opál lesz tündérrel, tehát kell egy... méregtípusú pokét felfejleszteni, aki vagy a Nokedli lesz, mint a Koffing, vagy pedig a Dave, amit Fing, hol van? Koffingja nincs, hogy hova rakott. Valahol ott a Dave. A Dave jelenleg 21-es. És a tündérre nem jó a harcos se, úgyhogy megpróbáljuk őket felfejleszteni. Na várjál, hol volt? Ott a Nokedli nevű Koffing. Így.
meglátjuk, mire megyünk. Minden esetre vennünk kell Revive-ot, meg Potit, mert azokat elhasználtuk. Hyper Potiból mondjuk veszünk egy, hát 16-ot nem. 10-et. Super Potiból egy 4-et, mert az is sokszor elég még. És Revive-ból pedig egy, mit tudom én, 6-ot kell a tartalék. Így né. És akkor nézzük meg, ki okozta a robbantást és mi történt. Hello Digletes. Ott csillog valami, egy Max Revive. Bácsi és kisgyerek. Na, itt a kedvencünk, Edebede bácsi. A szép elefántjával. Bede. Még jó, hogy híleltem. Négy pokéja van Bedének, egy Duozionnal kezd, ez ugye tovább fejlődött cucc. Nelly, az elefánt itt van újra, azaz. Na várjál. Hát ez kérdéses, hogy mennyire nyomjuk le a plakkal. Hát nem nagyon. Nem baj, folytatjuk tovább, még egy plakkot neki. Már a drill packnél sokszor benne van a pakliba, hogy melléjük. Kapunk egy Psyshockot, ami majdnem megöl minket, úgyhogy remélem, hogy most a plakkal ki is nyírjuk. Super potizik a Bede, Dick, csal a Bede. Az baj. Mini Mongufta kigyógyult a betegségből, de örülök, most én és a párom vagyunk betegek. Na ennek már kevésbé mondanám, hogy de örülök, úgyhogy hát akkor nektek kívánok jobbulást, Viki. Nézzük meg a drill packet. Nagyon jó. Egész családon átment valami náthász szuki. Sajnos ez most nagyon sok helyen terjed, úgyhogy tényleg mi hamarabb jobbulás. Heavy Slam-et megtanulja Pati, aminek én örülök őszintén. Úgy. Gotorita. Azt mondom, hogy nézzük is meg vele Patit. Hozzuk be. Egy heavy slam-et neki. Föntről rávetődik és vége, oda néz. Psybeam, remélem jól fogja bírni. Ó, meg se kottyant a Patinak, sőt még a defenzivitása is ugye felnövekedik. Még egy heavy slam-et. Hát nem hatott. Ujj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 
ennél egy ilyen... Ja nem, később támadunk, de hat. Jó, 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 semmi. Elintézted. Szép volt, szép volt. Hatrem. 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 Maradunk Patival, mert fogalmam nincs, mi az a hatrem. Jaj, ez a tündér, a kalapos tündér, ez egy cuki Pokémon. Pati, fentről lapíts ki. Gyönyörű. Konkrétan Pati új támadása egy tökéletes Edebede bácsi ellen. Bár mondjuk a Psybeam azért most már szépen szedegeti le Pati életét. Beég egy ilyet. Úgy érzem magam, mint az animében a Surge, mikor Raichu-val nyomatta a testlökést. Még egy testlökés neki. Mirtus 35-ös, Nokedli 23-as, Dave 23-as. Kiégek, mint valami kommentár. Hát így izgalmas, nem? Na, a lovak harca! Ami nem, hogy a lovak, hanem lovak. Érkezik a itteni Galarian tündérponita. Jön a Barbiló vs. Pati küzdelme. Azt mondom, adj neki még egy ilyet.
Jó, hát meg se kottyant Patinak ez a kis varázslat. Bum. Hát az itt látszik ki a keményebb ló. Na, Pati már 8 HP-val élte csak túl, de akkor se adja fel egy kis lovacska ellen, úgy van vele. My Little Pony viszont látásra. És nyert a Pati ló. Emellett beadtam a cégem belül egy pályázatra jelentkezésem, betegen írtam az írásbelit tegnap, és betegen szóbeliztem ma, hát nem tudom milyen lesz. Én szurkolok neked, hogy összejöjjön szárnyas lány, Viki, bocsi, azt olvasom, hogy ő level up-olt. És az valami másik munkakör, vagy mi az önmagába, Viki, hogyha nem titok? Ha titok, ne írd le. És Mirtus továbbfejlődik, gyerekek. Bam, 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 bam. Oda néz, letérdelt a Mirtus örömébe. Konkrétan itt van Cinderace-ként, úgyhogy üdvözöljük Cinderace-t. Szükségünk is lesz rá. Megtanulja a Pyrobolt, ami egy egészen erős tűztámadás lesz, úgyhogy a gyors támadás helyére bedobjuk. És így elintéztük Edebede bácsi csapatát. Megérkezik mindenki, aki fontos, meg aki nem. Oleana. Illetve Róz is megérkezett, a Róz úr. Több mint 20 ember jelentkezett egy pozícióra, egy kicsit esélytelennek tartom, de sikerül, akkor nem kell ügyfelekkel beszélnem, és háttérmunkás leszek. Na szurkolok, megjött Tsubasa kapitány, azaz. Elkapják a bedét. Elvitték a biszti őrök a bedét. Ezt nézd meg, Bede összegrafitizte a falat. Kiszínezte virágokkal. Most valószínűleg... Ó, várjál, megmozdult a fal. Ledőlt, széttörte a hegységet a Bede. Robba kellett neki itt rombantani. És ott van mögötte a szobor, a Shield and Sword. Most visszaemlékezik arra, hogy népmesét nézett gyerekkorába, és ott is volt a két herceg, két lovag, vagy két király. Aha, szóval ezek őket szimbolizálják, összerakta a képet így felnőtt korára. Oké, jó étvágyat be a neked is. De amúgy nagyon jól néz ki. Igen, ez ugye a Galar legendája. Két hősről. Kaptunk két revive-ot, hát köszönjük szépen. Előbb vettem magamnak. De azért becsüljük, mert ajándék revive-nak, ne nézd az árát. Ahogy tartja a magyar közmondás. Na innen letekerünk. Megyünk vissza hírelni, a már Bede gyorsan megint leszette a csapatunk háromnegyedét. És nem megint, hanem most. Pontosabban. Hétfőn kiderül az eredmény, de mondjuk nagyon szeretném az állást. Szurkolok neked, Viki, viszont mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ne éld bele úgy magad, hogyha esetleg nem sikerül se, akkor se legyél nagyon szomorú, mert benne van a pakliba. Az a legtöbb ilyen álláshirdetésnél, meg cégen belül is, az is meg lehet, hogy a főnök már tudja, kit akar, csak meghirdeti hivatalosan, hogy azért legyen nyoma, és akkor azt válaszza, akit szeretne. De persze vannak olyanok is, ami tényleg úgy van hirdetve, hogy bárki megkaphatja a pályázat alapján, úgyhogy reméljük, hogy ez jelen esetben így lesz. Mentünk egyet, mert már 1000 éve nem mentettünk szerintem. Illetve nézzünk egy mapot, hogy jó fele megyek-e. Igen, jó fele megyünk. Bemegyünk ide a sötét erdőbe. Konkrétan. Az erdőbe viszont előre hozzuk Mirtuszt.
Swap. De jó a zenéje az erdőnek. Hoppá. Ott vannak az impidimpek. Elmentek. Mond. Igen. Impidimp. Egy ilyen manó kobold pokémon szerűség. Mint a hupikék törpikék. Csak gonoszak. Na itt egy szakács random az erdő közepén, nem tudom ő mit szeretett volna. Ja, hát a kocsonyát hívta harcolni. Nyilván mert szakács, ami amúgy puding, de én lekocsonyázom. Megsütjük a pudingot. Sült puding, olyan létezik. Tessék! Várjál, pillanat, elköszönök Janától, srácok. Értem, Viki. Így, megállunk, addig Szék Live következik, egy kis pillanat, addig most itt leszek, annyi, hogy a mikrofon némítom, és mindjárt folytatom. Na mondom, már itt is vagyok, srácok, csak egy út elmentem mosdóba, hogy ne kelljen addig külön időt megállítani. Hát Dave, tudod, a Pokémon világában nem csak harceszközök Pokémonok, hanem eszik is őket. Igen, szia Kisung Gaming. A csésze, oda nézi a izéből. Nem jut eszembe? Szépség és a szörnyetekből. Hú, de nehezen jutott eszembe. Maradunk, sütögetünk tovább, mi jön? Egy gomba! Ki kér gomba pörköltet? Hopp, egy nagy pyrórúgás. Bam! Ki pedig még nem tette, az dobjon egy like-ot, ha jól érzi magát. Hoppá, Nokedli level up-olt, meg Dave is. Hát igazából most az a cél, hogy őket feljebb fejlesszük közben. Így. Megkorsolnám az új hagymás kacsát, ami... Hát amúgy a Farfetch-nek a Pokédex leírása az alapvetően az volt, vagy amit elmondták, hogy a húsáért fogyasszák, és azért ritka, mert kevés maradt belőle fent élve. Na meglátjuk, hogy itt milyen pokémonokba fogunk belebotlani. Hoppá, ott volt valami. Egy Morgrem! Ha ezt elkapom be, akkor te adhatsz nevet, mert tudom, hogy kaptál egy ilyen szuper csetet, úgyhogy megpróbáljuk Morgremet elkapni.
csak ne öljem meg. Majd a double kick-kel leszedem. Jó! Milyen ez egy kis ilyen Maugli-szerű. Jól néz ki. X. És Great Ball. Mehet. Ezt vártam, hogy találjunk új pokét. Bam! Meg is van. Na Bea, jöhet a névötlet neki. Aki nem volt itt, azért mondanám, mert hogy volt ilyen, hogy Zsolt beküldött egy szupercsetet, hogy a Bea nevezhessen el fixen egyet. Ilyenre is van nyilván lehetőség. Na valami ütős nevet neki, nézd oda, kis hosszú haja van, kis ilyen örtög, kobold, kicsit ilyen Ariel beütése van a színárnyalatba. Már nem a mosószer, hanem inkább a sellő. Na, megvárjuk, nézzük mit szül meg Bea neki. És végül is már fele cél megvan, mert legyőztük Beát, most majd Opál néni jön még. Hali Arceus. Nem is figyeltem, hogy elmentél, ne haragudj. Na Bea, mondj egy nevet. Üdv újra. Ja, ennyien elmentetek? Nem is tudtam. Kobika? Rendben. Ó, megszakadt a neted? Az nem jó. Közben, ha megosztátok Instagramon, hogy megy a live, azt hálásan köszönöm. Én is most gyorsan kirakok Insta story-t. Még mindig tart a live, éppen elnevezzük Kobikát. Ne maradj le, gyere te is. Nya. Csodás név. Teljesen jó. Osszátok meg Instán is, hogy megszakadt a net. Ja persze, ez kicsit félreérthető volt. Mindjárt megnézzük Kobika adatait. Aha, ő Dark és Tündér. Kobikát be is tesszük, srácok. Viszont ti fogjátok eldönteni, hogy Dave vagy Nokedli maradjon benn fejlődni, tehát egy Koffin vagy a másik, ebbe ti döntetök. Ki maradjon benn, Nokedli vagy Dave. Egyik marad. Dobom a szavazást, ne írjátok, lehet szavazni. Ugye Nokedli, ő vízingé alakul, és úgy lesz egy hasznos méregtípusú, és Dave pedig szintén méregtípus miatt van bent jelenleg, úgyhogy lehet szavazni, srácok. Nokedlit vagy Dave-et hagyjuk a csapatba, és a helyér, másik helyére jön Kobika. Mirtusz, Ákos, Szárnyas Lány, Froppati, akik jelenleg vannak. Tizenkettőből 10 szavazat. Hát ezt erősen 70-30-ban megnyerte, hogy benn marad a Nokedli, és Dave megy haza pihenni. Üdvözöljük Kobikát a csapatba. Körbenézünk itt a sötétbe. Weezing méreg és tündér lesz. Tényleg itt a Weezing is más, ezt el is felejtettem. Hát erről most lecsúsztál, Arceus, mert Zsolt szupercsetezett és Bea választhatott neki. Ugye a támogatást nyilván alapvetően előrébb vesszük, hiszen az egy plusz. De alapvetően meg nevezgetünk amúgy is. Jó nagy ez az erdő, hallod. 2 full heals. Az egy ilyen erdőbe így eltévedné bringával, az lehet, hogy megijedné éjjel. Nem? Kicsit olyan ijesztő is ez az erdő. Alig várom a 24 órás alatt behaljon a gépen. Pati, ne mondj ilyeneket, azért reméljük ilyen nem lesz. Na őt most már csak leütjük, mert előbb elkaptuk Kobikát. Mirtusz konkrétan lerúgja a fejét is.
Amúgy nagyon jól meg lett animálva ez a támadás, nekem nagyon tetszik. Igazi focista lett a Mirtusból, 36-os, mondjuk meglepett, hogy 35-ön fejlődött, én azt hittem 36-on fog. Na, dupla harc, gyertek. Ők meg itt állnak a sötét, ijesztő erdőbe. Pati Max az én gépem hal meg előbb-utóbb, néha már érezni, hogy kezdi feladni, az nem túl jó amúgy. Na, egy Ninetales és egy Curlia, mi pedig Mirtus és Ákos. Ákos is fejlődhetne majd lassan. Dzsuzsák lő és gól! Így van, így van. Na, egy utolsó pályra volt a Curliára, és egy Drill Packet a Ninetales-re. Nagyon szép! Hát ez egy hatalmas, csodás gól. Nokedli 25-ös lett. Hát ezt megfúrtuk, ezt a rókát, de nem lett nagy baja. Jó, hogy a tűzzel meg mindkettőt eltalálja. Mirtusnak meg se kottyant egyébként. Adunk neki egy headbutt-ot. Meg egy plakot. Rip Curlia, de hát most ellenségben volt ilyenkor, muszáj bántanom. Nem kapok mostanában értesítés a csatornáról, így csak a közösség fűre kirakott poszt alapján emlékeztem, hogy lesz valamikor ma live, nem tudom mi van a YouTube értesítéssel. Nekem is van, hogy nem jelzi másnál, amire feliratkozok. És nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy Viki hallod, ma mindennek hívlak, ne sértődj meg rajta. Konkrétan az a baj, hogy én se tudom. Legyél benne Discordon, mert a Discord az elég sűrűn küldi az értesítést, azt tudom még esetleg javasolni. Ja, erre meg már kijövünk. Jó, hát ez egy labdája, majd valamikor visszamegyünk. Gombafalva! Magas hegyek között hol a tengerhupikék? Ott laknak ők a törpikék. Opál néni, hókuszpók felesége, és elkapták a törpöket. Beköltöztek ide, mindent kivirágoztattak, és a törpök pedig átalakultak ilyen nagyon furcsa csúnya kolbikká. Kivetítettelek a nagy tévére, akkor még nagyobb lett a pofám. Mondjuk Opál néni, igen, még nem örültem volna egy pár harcnak, hogy legalább a Koffin tovább fejlődjön, de hát ha nem, nem. Tévét lemútoltam. Ajajaj. De hát konkrétan megérkeztünk Apraja falvára. Én meg néha már fáradt vagyok agyilag, azért mondtam, hogy ne vedd magadra. Mit beszélsz te a Scorbunny-ró? Ez nem túl szimpatikus ez az ember amúgy, ugye az arckifejezései alapján. Biztos olyan madaram szinttel alakul és nem trade-del? Na ezt én nem tudom. Valaki tudja, hogy Ákos hogy tud átalakulni? Már trade-del, akkor valaki trade-eljen már velem. Ó, neki hoztunk egy levelet még annó. Tényleg volt nálunk egy öreg levél. Jó. Megérkezett legalább a levél a cél. Sarokba állították, nézd meg, rossz volt a járnya. Mit csináltál? Nem fogtál Pokémont? Nézd oda. Kék, fekete, gondolkozok, hogy kire gondolhatsz. 38-on, akkor még van egy kicsit tovább, akkor semmi baj, akkor azért van. Nézd, a néni odaadta a hexet. Lucario, lehet ilyen rókaszerű? Bár én nekem mondjuk egyből a Zeraora ugrott be, de ő nem kék, csak a háttere. Ott egy battle! Elena. Elena Gomez. Dottler. A Dottlerről meg mindig valami irodaház jut eszembe a nevéről. 30-as Dottler, hát ez gyors lesz. Ja, nem hat rá a tűz, akkor nem lesz gyors. Ezt benéztem. Jó, hát van még támadásunk, akkor headbutt-ot neki.
Aha. Elena Gilbert, azaz. De tényleg nem hat rá a tűz, vagy csak azzal nem találtam el? Ja, csak nem találtam el, nem baj. Dottler a felhőkarcoló. Én azt hittem, hogy nem hat rá. Akkor rúgjunk még egyet. Még egy tűzlabdát neki. Na egyből jó. Most mosolyog, nincs is szád. Mosolyogjál, nincsen szád. Ez nem volt bonyolult. Pályra Bolnak nem 100%-os a sebzése. Ó, az szomorú. Na, kaptunk egy evalitot. Vámpírnaplókat? Néhány részt láttam belőle, Tiffy, nem néztem végig az egészet. De nem volt rossz amúgy. De nem láttam az egészet. Biztos van vámpírnaplók fan itt. Vagy lehet, van aki szerette a cseten? Várjál, mondjuk gyógyítsuk vissza azért, amit levitt. Ha nem hatna, akkor nem lenne odaírva. Jó, az is igaz. Alkonyatot az alap. Persze, azt szerettük. Ha 5-ször nem láttam, vagy 8-ször, akkor egyszer sem. Na, megnézzük Opál néninek a termét. Húgom, nézte, de nekem nem jött be. Na, Tiffy, akkor jó az, hogyha szünetekkel nézed. Úgyis jó. Itt vannak a inkéi, pálinkéi. Ó, erre van valami. Egy alvás támadás. A rest. A rest kétszer fárad. Hoppá. Alkonyattól én most láttam először egyik nap. Még nem láttad eddig? Mondjuk Jana nőtt fel azon kamasz korába, tehát nem mai film. Opál néni, csókolom. Opál néni! Meghoztam a tyúkot! Na Marni, már csak te hiányoztál ide. Belém fog Marni, Marni? Nem. Linkárdot adott. Hát nem túl lelkesen jött ki az Opál nénitől. Mint ha Opál néni egy kicsit elagyabugyálta volna, vagy leszitta volna valamiért. Kaptunk egy szerelem labdát. Ez az. Az itt mitról? Ja, azt hittem, hogy a haján van a napszemüveg, de csak fordítva áll semmi. Mi kell neki? Nem is enged cserélni vele. Dave, te milyen pokémonoknak nátnád magad? Nem értem a nátát szót. Ugye a vampír naplóknak utána a sötétség, örökség és a Legalis okos Tiffy nem tudta, hogy a Legalis vampír naplók folytatása azzal kezdte. Igen, azt tudtam, hogy ezek a folytatásai. Nem baj, figyeljet, van, be tudod portolni, az a jó ebbe. Na nézzük meg, hogy Apraja falvára mit lehet csinálni. Nem tudom, valami teleportálósnak, Alakazamnak vagy Kadabrának szakál miatt, nem tudom. Valami Szihó Pokémon lennék, vagy egy agresszív macsam. Hát egy csókolom, Opál néni! Hogy tetszik lenni? Meghoztam a csirkét. Ne tessék elszaladni! Elszaladni! Hogy szalad a nénye? Botorkál maximum. Ó, ez egy X-faktor! Várjál! Akkor énekeljünk egyet. Most aktuális. Magas hegyek között, hol a tenger? Na, inkább harcoljunk. Nézd, a Opál néni behívta a nyugdíjas kört. Meg kell küzdeni a nyugdíjas körrel. Hát már rég elmúlt, az ebédidő van, menni kell enni. Ne harcolj velem, kérlek. Bum. Ja, Opál néni leteszteli, milyen pokémonjaink vannak, és megfigyel minket. Azért milyen rafkós az öreg néni. Most jut eszembe, hogy ez teljesen egy jó ízja, hogy a színpadon végigmutogatjuk a pokémonjainkat. Szia, ninja! Sir Pluff. Ó, mindent szétsütök.
innentől kezdve Mirtus, oda néz a szintén valami kaja Pokémon. Várjál! Tündér Pokémon Weakness. A Weakness-es szó alapvetően, tehát hogy mi az, ami szuper effektív rá, szerintem a Poison type, vagy a Steel. Poison vagy Steel? Poison. That's right! Hát tudok én. Teszteli a memória, tudásomat is. Elmegyek fél percre, arra jövök vissza, hogy Dave arról beszél, hogy egy nénikével fog harcolni. Látod, nem menj el. Jól vagyok, köszönöm, Ninjax. Te hogy vagy? Haladunk előre a sztoriban. Na, Nokedli 26-os, Mirtus 37-es és Szárnyas Lány is 37-es. Anett nénit legyőztük. Szia, Anett néni! Örültem neked. Most szeretnék megküzdeni egy másik emberrel, kivállalkozik, Opálni néni ott a kávé. Visszatért Anett Iker testvére. Tereza! Ó, Tereza! Üdvözletem, Tereza néni! Én nem lehetek Pokémon mester, ha nem tudok lefordítani. Haladunk fölfelé, fölfelé, azaz. Voltam már jobban is, mi a baj? Legyen jobb napod. Tudom, hogy ez nem így múlik, de nem ezen múlik, meg nem vagyok varázsló, de tényleg próbáljuk a pozitívat megtalálni mindenbe, és kívánom, hogy jobb napod legyen, Ninja. Vannak nehéz napok az életben. Engem nem kérdezett a kutyas a live elején, de nekem nem volt felhőtlen napom, nem akarom részletezni. Nem is annyira látszódik rajtam, de nem is szeretnék belemenni. Ma közepes napom volt, volt jó része, rossz része egyaránt. Hogy hívják? Anette vagy Anett? Hát a franc figyelt a nevedre. Hát elrontottam, senki sem tudja az igazi nevem. Ki ez a ki ez a néni? Nem lett meg. Mindegy. Ezért lerúgjuk. Valóságban léteznének Pokémonok, elmenné trénernek? Nyilván. Pati mindig azt fáj, ami a leggyengébb. Fáj a fejem. Ne. Szárnyas lány megtanulja az Earth Power-t. Az jó. Earth Power. Hát... legyek is a Sandstorm helyett legyen. Hát front van, gyerekek, ma tök szép idő volt. Tehát volt jó része is a napnak, voltunk le sétálni, minden. Agy. Dehogy nem. Kérem a következőt! Azért vigyázz az egészségedre be. Na jön a harmadik néni a nyugdíjas klubból. Szia Anna, mi a baj, Mizu? Megkaptam az oltást, 3 nap láz, nátha tüdőgyulladás. Hát jobbulást kívánok, Ninja. Teodóra néni következik. Morgremet hozza a kis Mauglit. Mi pedig a változatosság kedvéért Mirtuszt. Utolsó tűzlabdát rúgjuk rá a fejére. Boom. Nem volt a legjobb taktika, mert Opál nénire nem maradt tűzlabdánk. Nokedli 27-es, Pati 36-os. Gardevoir. Hát! Legyen Kóbika. Kipróbáljuk Kóbikát. What do you eat for breakfast every morning? Omlet vagy curry? Hát én a curryt is megenném egyébként. Omletszet. Gondolom omletet adnak az idős otthonba. Melyik játékban van Tiffy nevű pokéd? Jó kérdés. Sokba, szerintem. Jó, legyen a Dark Pulse. Nagy nehezemre hazaértem. Mi történt? Szia Dóri, milyen napod volt meg Anna neked is? Egyelőre itthon maradok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ez nem annyira hatott. Én azt hittem, hogy a sötét az hatni fog a... izére, tündérre, de akkor téved. Vagy tündér miatt nem hat annyira attól, hogy ő szihó is? Hát éppen, hogy csak kóstolgatjuk. Ja, hogy ő szuper effektív a Kóbikára, ezt benéztem. Mindig azt hiszem, hogy a tündér a szuper effektív, de nem baj, behozzuk Patit. Sötét miért nem hat a tündérre? Nem látom a logikát benne.
Sötétség megöli a tündért, nem tudom. Ó, ez fájt a patinak. Ez kicsit odavágott. De ő pszichó. De én azt hittem, hogy tündér is, én annyira nem vagyok tisztában ezekkel. Jó van, Pati, heavy slam. Magical Fire. Tüzes levelet kapott a Pati. 30 percet késett a buszom távolságit, lekéstem, várattam egy órát. Hát sajnos ilyen a távolsági, sajnálom annak. Reméljük ez nem sűrűn fog előfordulni, mert ez tényleg kellemetlen. Na jó, Pati azt mondja, majd én szétrúgom. Ez történt. Kóbika 36-os. Legyőztük Teodóra nénit, szia néni. Elég volt már Opál néni, szerintem már láttad majdnem az összes pokémonomat, gyere ellenem harcolni. Megyek tovább az élősóba. Én szétrúgom a feneküket, pontosan. De én még hílelni akartam! Várjál, tudok hílelni? Tudok, hát. Igazából mondjuk nem sokat, csak a Kóbikát meg a Patit. További jó gémet. Szia Ninja, kösz, hogy itt volt, ezért kellett megtanulni azonnali átvitelt. Micsoda? Jó étvágyat, Anna. Na ott a néni, elaludt. Csókolom, megjöttem küzdeni, ébresztő, jó reggelt! Hasára süt a nap, vagy valami. Jó reggelt, Opál néni. Már két napja itt tetszik aludni, küzdjünk. Hát elaludt. Harc közben ne tessék elaludni. Ez nagy a száma, szarrá fog verni az öreg néni. A szakállas vízinggel kezdi. Hát Mirtusnak ez gyerekjáték, remélem. Frame Church. Opál a termed hazugságokra épül. Miért? Au. Mi a beca nevem? Magic User The Wizard. Hát szerintem Opál néni a Magic User. Hát nem. Honnan tudjam, mi a beca neve a néninek? Be se tetszett mutatkozni? Hát én itt vakon harcolok. Szia Potato. Agátára a Gen 1-ből. Amúgy van hasonlóság. Visszanéztem a régi TikTok videóidat, azon kiégtem, amikor ezt hozzá és közben mondod ez neked. Royce, az nagyon jó volt amúgy. Ez tényleg. Igen, és kövessetek be TikTokon, aki még nem tette, majd most már ott is igyekszek aktív lenni. Azért csak meg lesz egy múlva a Mirtusnak. Agatha rokona, amúgy tényleg? Fő ne potiz, jó van, nem csal a néni. Ez az, Mirtus nyert 1-0. Van egy papír edzőteremben, ami rajta volt az összes válasz. Előtte levő teremben. Hát én nem néztem meg a papírt, úgyhogy tippelgetni fogunk. Mirtus megtanulja a Counter nevű semmi támadás. Most esetleg, hogy SSO-ban van egy olyan nevű lovam, hogy live, ami a tavalyi 24-ben vettem, de nagy. No, a Koffin megtanul felrobbanni, teljesen jó. No kedli, pontosabban. Togekiss. Én azt mondom, hogy az utolsó csepp vérig harcolunk. De szép a Togekiss. Question. Mi a kedvenc színem? Megnézzük, mi van rajta. Pink van rajta, van. Purple van, van. Fogalmam nincsen. Purple. Eltaláltam. Megtüzeljük a Togekiss-t. Oh, szia Mirtus. Lila, rájöttem. Szárnyas lány, akarsz ellene harcolni? Ha akarsz, ha nem, fogsz. Szia Villő. Oh.
mondjuk, hogy mit fogok használni, azt fingom nincs. Bugbuzz. Következő kérdésnél hazudj, rendben. Ez fájt. És vissza is tölti magát. Szárnyas lány, aztán bajba vagyunk. Ez baj. Nem hiszem, hogy megyek Wide Arena-ba ma. Ne haragudj meg, de megyek inkább pihenni. Semmi baj, ne viccelj, Viki első, hogy jobban legyél. Köszönöm, hogy benéztél, jobbulást kívánok. Aztán jobban leszem, majd jössz 24 órásra meg ilyenek. Hát ezt nem így terveztük. Basszus. No Kedli? Jó van, na hát elfelejtettem, hogy tündér is. Az egész gym tündér. Sludge. Baj van! Nem, picit van baj. Opál néni enyhén szóval nyerésre áll. Hazudjak? Hány éves vagyok? 16! Szia Villő, bocs, hogyha nem köszöntem, vagy lehet köszöntem. Eddig egyet ütöttem le, Opál néni pedig szarrá veri a csapatomat. Hát ez lehet, hogy most nem lesz meg. Jó, visszaélesszük a izét. Nem volt meg a nagy labdarúgása a... Várjál, nem ezzel. Mirtusnak. Visszahozzuk a Mirtus. De ne arra! Elcsesztem! De akkor miért nem írja azt, hogy ne arra? Félre nyomtam. Ez csalás, és el is használta a revive-om. Nem. Basszus, ki fogok kapni. Azt sem tudom, mi a jó a tündérre. A méreg nyilván, azt tudom. És elvette a max... Nem vette el, csak egy körömet vette el. Én még a második Pokémonjánál járok, gyerekek. Baj van. Első lose. Ne fesd az ördögöt a falra. De az a baj, hogy egyelőre nem állunk jól. Hát, de neki meg nincs egy nyomvat izéje se. Acéltámadás? Akkor Pati. Gyere Pati, minden reményem te vagy. Ha Pati téged kinyírnak, akkor baj van. Neki van egy acéltámadása. Mondjuk, hogy jó. Azért még nem adom fel. Nagyon jó. Ó, ez nem jó, Pati. Kritikális kapott. És nem támadott. Jó, akkor viszont hílelünk. Most már muszáj hílelnünk. Még jó, hogy vettem hiperpotit. Ezt nem gond... Mondtam én, hogy a nénye kemény dió lesz. Én mondtam, hogy látod, alábecsülöm a nénit, és nagyon erős. Csak le ne üssön. Heavy slam. Az a baj, hogy ez még a második poké. De miért nem támad? Az a baj, hogy túl nagy a szintjük az ajándék Gengárnak, ugye amit kaptunk meg minden. Úgyhogy azért nem jó Arceus az ötlet. Ebből építkezünk, amink van. Nyolcvanas Gengár nem is fog harcolni nekem. Hát nagyon bajba vagyunk, gyerekek.
Na most támadjon már a Pati végre. De miért nem támad soha? Hát komolyan agyvérzést kapok. Ja, azt hittem, azt javaslod a gymhez. Gengár. Ez elszeg Gengár. Majd elfogy a támadása előbb-utóbb, de az a baj, az én potim is elfogy. De hát már egyszer eltaláltuk ezzel Körci. Vagy Émi, bocsi. Csak hogy néha nem találja el, mert már egyszer eltaláltuk. Akkor adunk egy ilyet. És nézd meg, hogy túléli egy HP-val, hát nem hiszem el. De most ha visszapotizza. Jó étvágyat továbbra is annak. Na végre nem talált el. Jó, Pati szépített gyerekek, lenyomtuk a második pokémonját a nényének. Azt a mindenit. Mevil. Mevil. Ilyen acélos. Maradunk. Igen. Nyomunk neki egy föltámadást. Ez az! Egy hajszállal túlélte, de ez azért nagyon szép volt. Reméljük nem lett gyorsabb. Double kicket neki. Jó, Pati leszette Mevilt, szépítettünk. Mevil longbottomot. Álkrémi! Az fogalmam nincs, hogy az micsoda. Ja, Opál néni legutolsó pokémonja ebből a zenéből ítélve. A puding. Ott a desszertet annak kéred? Jó étvágyat, ott a desszert annak kérlek, edd meg. Minél hamarabb. Opál néninek a nagy desszertje. Tényleg amúgy jó az itteni zene, Villő viccen kívül. Lóvat egyszerűen, mindjárt nagy de... Na, ekkora desszertet kikéri hatalmas torta? Gastly. Na jó, nem Mimikyu. Kikéri a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 vagy 6 emeletes tortát. Opál nénik elkészült. Pati, jó étvágyat. Meg se érezte Pati, hogy letortázták. Megesszük többen. Ja, hogy nem hat rá a támadás. Fergeteges. Dave tartalékba feléleszt egy pokét. Podibáj. Visszahozzuk Nokedlit. Kajak egy desszert, van desszert Pokémon? Van, van pudingtól kezdve minden. Szia Kenta. Hát ez kinyírta a Patit. Szép estét. Viszont bízom benne, hogy Mirtusszal leszedjük. Oké, oké, Nápoly. Van fagyi is, ugye a Vanilla Ice. Dynamaxolunk és oda csapunk neki egy nagy tüzet. Mirtusz, benned van minden reményem, mint esnek a kezdő Pokémonba. Opál néni feladta a leckét amúgy rendesen. Csapkod meg a zöldséget, és a zöldséggel hátra hatásos a cukor ellen. Ne! Amúgy jó ötlet lenne, Detlo. Hát nem sütöttük túl a tortát, mit ne mondjak! Lepudingozás mennyire fáj nekünk? Pudingos nyúl, nem jó, a pudingos nyúl nem finom. Egy olvadt torta rendel, az visszatölti a tortát, nézd meg! Na, a mini tortát majd most már szétrúgjuk. Még egy tüzet neki.
Nem lett lose, de mondjuk ez nagyon patin múlott, mert konkrétan vele szedtem le három pokét zsinórba. Az a jó, hogy lejárt a Gigantamax kb. Ezt próbáltam kicentizni. Ez éppen, ez egy hajszálon múlt, hogy meglett az opálnénye. Köszi a GG-t. De hát tudjátok, használja a tagságos GG-t, könyörgöm. Hú, jó, ez most izzasztó volt, tehát hogy amennyire edebede meg minden is kemény volt, ez most nehéz volt. Jeeeej, és meg is van a tervezett cucc, amit mára terveztem, de azért megyünk tovább. Nyom, nyom, nyom. Az a nagy torta amúgy jól nézett ki. Tündér uniformot megkaptam. Hogy rohan a néni? Bocs. Mi újság, Kenta? Milyen napod volt? Visszatértünk Apraja falvába. Amúgy ironikus, hogy öreg néni azt cukros süti meg torta, óriási kicsit se fura. Igen, tudod mi lenne? Dual Type Dragon Fairy, az jó lenne. Visszavitt Hammerlockba. Nézd, eljött velünk a néni. Akkor híleljünk. Vagy tűzjég, tényleg. Ilyen kicsit ilyen izé lenne. Jó, jó ötlet a tűzjég is. Hát Koffin nem alakult át őszintén. Csoda, hogy nem kenyerezett le a végén, hogy legyőzted. Te adhatott volna egy tortát amúgy most, hogy mondod. Na várjál. Kóbika az nem mondhatnám, hogy a legerősebb dolog volt, amit betettünk valaha. Kit tettünk ki előtte? Lehet ugye ezt a szócsanált is sokat használtuk, a nagy tekit, itt van atyagatya. Ja, lett egy kindrám is, az cseréből. Viplumot azt fogtam. Merovek. Most már mondjuk kellenek majd nagy szintű pokék, amiket így behozhatunk. Várjál. A végül is van egy nagy gengárunk, egy 60-asos, de az túl nagy. Baxi fia, tegyük be a Larvitárt fejlődni. Mondjuk nem lenne rossz, de azt felhúzni nagyon sok idő. Hol látod a Larvitárt? Ott van. Hát ez nagyon picike. Koffin helyére meg... Hanyas szintűek lesznek most? Végül is a 43-asos, ez még nem lehet rossz. Annyira. Nekem a sima már rovek marad a kedvencem. Én Kanto fan vagyok, mondtam. Itt egy torta, ügyes voltál, azaz. Anna, téged elkezdtünk 17-esig felfejlesztettelek, és igen, annyi egyelőre. Azon gondolkozok, hogy most megyünk tovább. Mentünk egyet. Várjál, map. Nem ide. Jó helyen vagyunk, ide kellett jönni a Hammerlockba. Fel a bringára. Átöltözünk. Ja, ez fodrászat, de én öltözni akarok. Make-up. Milyen make-upot kapok ezeré?
Így, legyen hosszú szemöldököm, gold, platinum szőke szemöldököt, vagy fehér szemöldököt szeretnék, vagy várjál, legyen redet. És a kontaktlencsét is zöld a szemem. Úgy, vagy várjál, Leon the Rice. Multicolor, Jézusom. Azaz tüzes! Úgy. Tökéletes. Épp azt néztem, hogy egyetlen nagy Pokémon a streamer az Dave, nem nagyon találtam máshol magyar se. Igen, olyan nagyon kevés van aki YouTube-on. De a nagytól azért messze vagyok, Deathlord, de hát igyekszek. Csillagszemű juhász. Hát most nem csillag lett, hanem tűzszemű Pokémon edző. Ez új verzió. Várjál, nem veszünk ruhát, vagy hát ki tudja. Nem, van nekem használt ruhám, azt veszem fel. Használt ruhám. Na ugye megkaptuk anno a sportot, ami ilyen. Vagy lehet a piros, vagy lehet ez a szürke, meg most megkaptuk a rózsaszínt. De most még nem akarok rózsaszínbe. Legyünk ilyen szürkésesek, ez végül is nem nézett ki rosszul. Így. Hát mint amely ez a beának volt a szettje kb. Lényegébe. Mindet betesszük a fightingosra. Na, legyünk szemüvegesek? Legyünk így. Kesztyű. Mondjuk ezt egybe is ráteltem volna, de mindegy. Mint Rick és Mortyban nem látok, semmit már tele van a szemem hongyákkal, azt nem nézem. Tüzes tekintetem, szét csak mindent belenézel, tüzes tekintetembe fekszel egyből, he. Teljesen jó versike volt, köszönöm. Most, hogy itt vagyunk, ott a bede már megint. Már megint ott van. Elszögött a bede, elengedték a biszti őrök. Nézd meg a bedét. Mocsok. Mit akarsz már megint, bede? Nézd, a Opál néni szétcsap. És kiderülne, hogy Opál néni gyereke bede. Tervezem a DLC-t, igen, de még gyűjtök rá. Mert ugye úgy van, hogy általában a PayPal-on gyűjtök, ott teszek félre, meg hát támogatás is érkezett PayPal-on. Azon is tudtok támogatni, meg ugye Supercset, Supermatrica tagság ajándékozással. Többek közt így működik Kenta, és gyűjtök rá. Már megvan a következő Poké játékra, eltettem 22-t, mert azt mondta Baxi, hogy valószínű 20 fölött lesz az új játék, és majd utána tervezem, hogy a DLC-re összegyűjtök, vagy egy plusz munkanappal, vagy pedig a támogatásokból. Nézd oda! Nézd oda, beindult a Nagyi! Hát a Nagyi! Jó, hogy nem csókolta meg! Pink! Ja, csak tetszik neki a ruhája. Nagymama, Opál Nagyi, hogy beindult? Tud ő szaladni? Ne, megértem, Kenta, megértem. Nézd oda az Opál Nagyit, azt a mindenit. Na, akkor vidd haza a bedét, én úgyse szeretem. Vigyed el magaddal. Az, ez az. Sziasztok, viszontlátásra. Meglátod, hogy rózsaszínben van a gyerek és beindult, igen. Jó tette, vigye el! Majd együtt sütnek tortát. De még gondolom, még nem ez jön. Jó, azért mondom, hogy még nem is tartok olyan szinten. Torta figurának kell neki, ne! Le is mentem a bedét, ne lássuk most többet. Ja, egyes Larvitára szép lett volna gymezni amúgy. Nézzünk egy mapot. 21 ezer lesz, én bíztam benne pedig, hogy 20 körül lesz. Mármint, hogy 19, de akkor nem. Aha, arra kell átmenni oda. Akkor azt jelenti, hogy itt a 7-es útnál kell kimenni, rendben. Csak megnéztem, merre megyünk.
de nem ide le, vagy de. Nem, vissza. Egy marcipán bedét csinál. Marcipán bedét mindenkinek. Úgyhogy a kiegre még gyűjtök visszatérve, de majd tervbe van. Hát végig tolom, és utána remélem meg lesz. Hát... praktikusabbnak látom, hogy inkább itt veszem meg játékon belül. Kulcsvevős helyekbe Switchre nem bízok, gépre vettem már. Mindkettőt, de Scarlet alapgém nálam. Én még nem döntöttem el, melyiket fogom, még majd megálmodom. De egyiket biztos, hogy letoljuk live-ba, amint megjelenik. Már nem úgy, hogy egy egész live-ba, hanem hogy akkor elkezdem játszani nyilván. Na már itt is robbantottak. Szegény Sonja néni. Meg újonnan még nem nagyon van kulcsos helyen se olcsóbban. De ezt nem is tudom, hogy a Nintendo e-shopban most mennyi a kieg. Na megjött a Leon. Leon Iris. Na ott a Hope is. Gyere akciós, a Cheetos! Megyünk. Akciós! Melyik íz? A pizzás, de képzeld, már csak két zacskó van. A hetes útra elvitték. Gyere, még jut nekünk is. Mehetünk. Örülök neki, Anna. Megyünk a Cheetosé. Hogy tekerek érte. Az is már milyen drága amúgy. Régen meg tök olcsó volt. Na, a Hope azt mondja, nem megyünk tovább, amíg nem győző le. És aki nyer, azért lesz a Cheetos. Ja, most már 5 pokémonja van. Trevenant! Nézd, a Hó beújított egy Trevenantot. Hát az pont jó nekünk. Olyan, mintha unitoznánk, ez a két poké úgyis benne van. Hát én már 250 fölött láttam Cheetoszt, ami szomorú. Na, mint hogy annyira azért nem jó Cheets. Volt amúgy 300. Hát ennyit ért a Trevenantot, Hope. De azért szép volt, hogy megmutattad, köszönjük. Engem is nagyon feldobnak a live-ok. Köszönöm, srácok, tényleg pedig. Ne tudjátok... Hallod? Így pörögne a donét, mint a izé, neki a level up. Hopp, 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 hopp. Végülis hoppa küzdünk. 13 szintet lépett az Embrilex. Hát igen, meg a fele zacskó levegő. Valóban. Hogy pörgött? Ez tetszett. Már ezért megéri egyes pokét betenni ilyenkor. Bájtot is megtanulja. Tehát azt kezdtem el mondani egyébként, hogy ne tudjátok meg hányszor küzdöttem azzal, hogy abba hagyjam, van-e értelme folytatni, tök kevésen, kevesen vagyunk összegségében, megélni nem tudok belőle még, inkább hobbi szinten van, de a közösségépítés jól megy, a közösséget szeretem, több videót is gyártani is tervezek, meg minden, csak nehéz, majd, ha csak ebből meg tudnék élni, az nagyon kircsi lenne, nyilván, ez az egyik fő cél. 30 euró a DLC, az azért még kemény. Valahogy sejtettem, hogy ilyesmi áron mozog. Snorlax-e is van! Haló! Haló, hol laksz, Snorlax? Tehát most Hope összegyűjtötte a Poké Unite-ba szerezhető pokémonokat. Még mindig az egyik kedvencem Snorlax. Jó, Hope beerősített. Rágyúrt a kisgyerek. Csak úgy halkan jegyzem meg. Hope egyre jobb. Hópuszpó. Bam! Abban, hogy oda megyek és lakásod elé és rúglak egészségemre. Gyere! Hát nyilván nem mostról van szó, nem azért néha azért benne van sajnos az emberbe. Mindenkibe. Twitchen érne 5K szabad, az már jelentene kis pénzt. Ezen is dilemmáztam Willow, mert volt, aki javasolta a Twitchet, hogy ott igazából még csak ilyen kis partner, és többet keres, mint én a YouTube-bal. Nagyon dilemmáztam ezen is. De nem feltétlen hagynám itt a közösséget, meg vinném át Twitchre. Nehéz, mert ha ott meg befutnék, akkor nem lehetne itt live-olnom. Tudod, mi a legnagyobb baj, Dave, hogy te még nem adtad el magad mindenfelé, az ilyenek, mint te, mindig nehezen kezdik, nem kell abba hagyni, mert mi szeretjük, ha jössz és nyomatod. Tudom,
Csak valamilyen szinten meg, hogyha mondjuk majd szeretnék családot alapítani, meg minden, akkor meg már fontosabb lenne, hogy ebből meg tudjak élni. Tehát az a baj, hogy okozat, és ezért nagyon nehéz, mert ha meg ebből úgymond mondjuk egy 3 év múlva is ennyit fogok keresni, nagyjából azért tudjátok, hogy ilyen 1-2 játékot szoktam venni, meg visszaforgatni, most már nem tudom visszaforgatni, erről is volt szó, mert több a rezsi, meg minden, de meg mellette ugye dolgozok, tehát ezt hangsúlyoznám, ha új néző téved ide minden, hogy rendes polgári munkám van, de hogyha nem lesz ebből úgymond nagyobb dolog, akkor viszont egy idő után muszáj leszek félretenni, mert a gyerekneveléshez több pénz kell. Beszéljünk nyíltan. Ott 1500-ért tudsz például egy tagságot, még itt tudtok 199 forintért, ott a tagként 1500 a legkisebb, ezt tudom, meg beszélgettem is olyanról, aki twitchezik olyannal. Más, de ingyenes önmagában maga a platform, meg minden. Csak más, ott nem tudod akármeddig visszanézni a tartalmat, csak x napig. Tehát azért mondom, hogy én őszinte leszek veletek, 3 évet adok magamnak. Ha 3 év alatt nem érjük el azt tényleg, hogy mondjuk egy ilyen 50 000, 35 000 feliratkozó, stb., akkor majd Dave nyugdíjba vonul, de addig még csinálom a tartalmat még itt. És ezért nehéz dilemma amúgy mindig, mert én szívvel, lélekkel szeretem csinálni, de az más tészta. Hát ez nem jó, nézd a Hope-nak kutyája. A Hope most tiszta izé, tiszta pro lett. Behozzuk vissza a Patit. Hoppá, lesz hozzá figura? Azt a mindenit. Az jó, Amy. Persze, hát első, hogyha lesz gyerek, nyilván akkor az első az, hogy neki az időt szentelni, meg mindent megvenni, meg stb. Ez egyértelmű. Azért is csúsztattuk eddig a babavállalást. Én most tényleg megbeszéltem Janával viccen kívül, azért is mondtam, hogy volt jó napom, meg nem is jó része. 3 évet adok magamnak, ha 3 év alatt nem sikerül elérni úgymond nagyobb célokat, vagy valami, akkor viszont muszáj leszek félretenni a YouTube-ot. De azért még ne temessük a dolgokat, 24 órás, stb. Én tegnap elcukroztam a kávét, valamint ilyen édesítővel elédesítettem, nagyon édes lett. És félreértés ne essék, srácok! Félreértés ne essék, srácok! Én mindenkinek köszönöm, most is tényleg 99 tagunk van. Szupercsetek, szupermatrisz, a tagság, ajándékok, mindent nagyon-nagyon hálás vagyok, meg nagyon örülök neki. Csak egy idő után muszáj azt meglátni, hogy van-e ebbe több, vagy nincs, és itt sajnos muszáj lesz. Bakker rosszat nyomtam. Mi van lenne a kutya? Pati. Én megértem be, de előbb-utóbb muszáj, tehát hogyha csak ebből akarok élni, akkor erre kell menni, hogy kell a bevétel. Bármennyire fájdalmas kimondani. Lehet szépíteni meg minden, örökké a kedvenc szórakozásom, örökké szeretem azt, hogy tudok nektek adni egy kis pluszt, vagy pedig tényleg lelkizgetni, de amellett sajnos szükséges a bevétel, és ez hosszú távon egyértelmű. Azért mondom, hogy lehet szépíteni, meg tudjátok, hogy én mindig olyan voltam, hogy bármikor leültem, betegen, stb. Akkor is, amikor még donate se volt a csatornán. Igen, rossz az algoritmus, most már azért próbálok szerkesztett indexképeket, amire az arcom is rá cseszem, meg mindent. Tehát a következő 3 évben most a 6000-et megünnepeljük, és nagyon megpróbálom ezeket az alapdolgokat, meglátjuk, hogy mi lesz. És azért próbálom a TikTokot is kicsit befuttatni, hogy egy kicsit azzal is vonzak embereket. Hát még a Twitch meg a Trovo is kérdőjeles volt nyilván. Kerestek engem annó a Trovóról is, de akkor elutasítottam annó. De a Twitch meg nagyon korlátoz, tehát igazából tök jó, hogy vodként vissza tudom tölteni, de akkor félő, hogy itt meg alig leszünk, nem tudom. Egyelőre váltást nem tervezek, tehát hogy most örülök, hogy elértük a 6-ot. És közben amúgy meg figyelnem kéne a harcra, és meg kikapunk. De azért mondom, hogy ma volt egy ilyen mélyebb beszélgetésem, és nyilván ez van. Törekszek arra, hogy minél tovább jussak, minél előrébb, és minél tovább itt legyünk. Azt tudom, hogy ők kivonultak a Facebook Gaming, tudom.
Most nagyon sokan mentek át Twitchre. Azok közül is, akiket nézek. Mi is beszéltük, de még egyelőre nem tervezem. Aztán majd meglátjuk. Na azért, nehogy kikapjak már. Meg ilyenkor mindig elkezdek érzelgősködni, mert tényleg nagyon kedvellek titeket, meg tényleg örülök, hogy tudok segíteni. Ott van, hazaértek egy rossz nap után, vagy akár csak bármi és feldoblak titeket. Tehát alapvetően azért ne felejtsük el, hogy a fő motiváció az az, hogy egy jó közösségbe, hogy nektek is szebbé tegyem a napot. Ez egy örökké így is fog maradni. Ha én se élvezném, nem játszanék, mint ahogy volt, hogy miért van ennyi live. Tudom. Jó, hogy Dogi Annit hozott példának, én is szoktam nézni, hogy teljesen más. YouTube-on is streameli, és ott is, de csak egyiket olvassa. Tehát hogy azt én is meg tudnám csinálni, hogy csak a Twitch-et olvasom. De nem érezném annyira jónak. Mert akkor meg érted most, akkor meg itt miért van a sok tag, akkor úgymond nem kapják meg a figyelmet. Én nekem egyelőre ez jó, majd szólok, ha váltani fogok. Most még nyugodtan maradjatok itt tagok, szólni fogok. És tényleg hálásan köszönök minden félreértés ne essék. Nem gondoltam amúgy, hogy ezt elárulom nektek meg minden a mai live-ban, mert egyáltalán nem terveztem. Oké, jó játékot neked is, Deathlord. De ugye aktívan azért ez a terv, 3 év, meglátjuk. Meg hát azért ne legyen rossz kedvünk, tökre örülök, hogy itt vagyunk. Széveljünk egyet. Előfordulás sajnos. Na ott harcok lesznek. Mennyire vitték le? Jó, visszatöltött mindent, akkor gyere. Gyere rám, néni. Köszönöm, Villő. Igen, mindjárt evolvol a madár, azt várom én is. Mikor először ide kerültem a csatornára, szinte alig néztem a live-okat, másfél év után rájöttem, hogy mennyire jók a live-ok, és rendszeresen elkezdtem nézni, és beszélni a cseten. Na majd így nosztalgiázunk a 24 órásban. Ribombit gyorsan lenyomtuk. Egy kis húgy. Ez az! Most fog fejlődni majd Ákos, ha minden jól megy. Vespi Queen, maradunk. Értemes. Boom. Közben Baxi fia is szépen fejlődget. Na végre elértük, hogy Ákos fejlődik, ezt vártam, gyerekek! Ákos B átalakul! A nagy vasmadár! Groovy Knight! Végre megkapjuk az acél támadást, mondjuk előbb kellett volna, de legalább megkapjuk. De szép nagy madár vagy! Most már csak az kell még, hogy szárnyas lány is átfejlődjön majd. Ott egy nagy ceca, ki is próbáljuk rajta a nagy madarat. Gyere. Cic. Gyere. De szép macska vagy, Sanyi, azaz. Na nézzük is meg a Steel Wing-et. Na, elég szépen besebezte. Hát viszont látásra.
Szárnyas lány 39-es. Azok még ott nem engednek. Ott egy galaventsula. Az egy ilyen szembe mászna velem beszarni. Ú, mondjuk ő várja elektromos, de hülye vagyok. Vissza kellett volna hívnom az Ákos. Ó, hát nem tudom, hogy ingyenes lesz a Slime Rancher 2, ez látod, jó kérdés. Gyere Pati, levered az elektromos pókot. Nem tudom, hogy fogom kipihenni magam a 24 órásra, mert olyan kettőig el sem tudok aludni. Hát próbáld pedig kipihenni, mert nagyon kemény lesz a 24 órás moditéren. Modiknak. Ez mi a szutyok? Ez egy elektromos pók. De vagyok én pókember. Pati lerúgja a pókot a falról. Konkrétan. Hoppá! Baxi fia fejlődött. Vagyis hát szintelt. Igen, ők még nem engednek el, akkor jön a bácsi. Ő hogy került ide? Olyan, mint egy repülőgép vezető. Tudom, Bea, viszont ne beszéld le róla, hogyha végig ott tud maradni, emlékezz vissza, Bea, volt egyszer a Sparky, utolsó fél órában ment el aludni. Tehát azért én nyilván annál jobban örülök, minél tovább bírja egy modim. De nyilván, hogyha kell pihenniük, az ugyanúgy aláírom. Nem, Alíznak nagyon sok dolga van, meg most beteg napok óta Alíz amúgy. Legalábbis én úgy láttam TikTokon is, meg Instán kitette, hogy beteg. Nézzük meg Kindrát. Figyelj, eleve délután kezdődik a live, én is aludni fogok előtte legalább egy 4 órát. Jaj, ez madár! Összekevertem a rakraffal! Na már mindegy. Adunk neki egy buboréksugarat. Jó volt ez. Igaz, mondjuk ott lesznek a fél óra pihenők is valóban. Az se egy utolsó dolog. Kóla az már nálam is megvan véve, előre megvettem, mondom, amíg csak 680, addig nem egy ezres lesz, mondom, lehet várnék 3 napot, már 1000-be kerülne egy kóla. 2,5 literes. Ez csak elég. Arusnya miauk. Megtámadtak a cicák! Jól teszed, Villő. Főleg, hogy az első játék a Goose lesz, ott számítok mindenkire, akár aki szereti. Boom. Hát már rám támadnak a macskák, nézd meg. Pedig menni akartam tovább. Nem hagynak nyugton. Nálam haveroknál 2 karton sör és mellett a 24 órás. Az is jó, csak azért ne rúgj be annyira, hogy ne éles, hogy mit mondok. Van az a szint. Megrázzuk a fát, megnézzük mi esik le. Bogyó. 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 Még egy bogyó. Na és milyen pokét vártam le a fáról? A kis kövér disznó. Szokásos energiaital, kóla, gumicukor lesz, ami kelleni fog, elhiszem. Nem baj. De még nem tudom, hogy oldom meg úgy, hogy dolgozni is fogok. 10 után érek, aztán másnap megint megyek, majd megálmodom. Van még időd? Még van egy napod. Csúnya mókus. Gyorsan elintézzük, nyugi.
Hát nem halt bele, de meg közel voltunk hozzá. Viszont Mirtus lecsapta a csúnya mókus. Hát akkor itt az idő, szárnyas lány, fejlődj, próbáld meg lenyomni. Earth Power. Majdnem. És visszaaltatja magát, nem hiszem el. Hát egy nagyon hülyeséget írsz, majd tiltanak a modik maximum. Arra azért vigyázz. Ugyanúgy jár mindenkire a tiltás, ha olyat ír. Pati, üsd le a mókust, én bízom benned. Én is megutáltam, a játék megutáltatta velem a Unite. Majd most lerugdossuk. Hát rá nem hatott annyira a Pati vetődés. Jó, a defi a mókusnak sajnos. Hát nem hiszem el, hogy megint visszaaltatja magát. Fú, te! Akkor is lenyomom, nem futok el tőle. Kell az XP. Most már remélhetőleg megleszünk. Ez az! Mondtam, hogy lenyomjuk, hát egy mókus nem akadály. Az az egyből Pati 39-es, Kindra 45-ös és az Embrilex 27-es. Megtanulja a crunchot. Nagyon helyes. Hát Rock Slide helyett. Ja, megkaptam a bogyót. Mennyire lett levíve az életem? Á, kinyírták a csapat egy részét. Gyere! Morpeko! Őt megpróbálom elkapni. Dragon Pulse. Hát Exodia! Várjál, Y, X... Pikachu, mi lett veled? Hát kb. Amúgy. Adunk rá egy Ultra Bolt. Belilult a Sárgúna irítségtől, mitől lilulnak be? Megverték. Na jöhet a kis Morpekónak a névötlet, srácok, a legelső nyer. Aki még nem nevezett el, Bea volt már, aki nevezett, úgyhogy... Cunci mókus, Arceus volt a leggyorsabb, de az viszont, várjál... Ha hosszabb, mint 12, nem jó. Mindjárt megnézem, nem tudom, hogy hosszabb-e. Hát Villő erről most lecsúszta. Una O. Ott van. Hát ezt becézésnek is használják, attól, hogy van, aki csúnyára használja. Alapvetően ez egy becézés volt. Morpeko, adjuk be a csapatba. Mit tud Morpeko? Alapvetően elektromos és dark. Nem, Morpeko kimmarad. De legalább fogtunk egy Morpekót. Itt most valami építkezésen megyünk keresztül? Nyilván. Ó, várjál.
Végül is jó a Kindra ide az építkezésre. Na itt a másik Pikachu kopi. Togedemaru. Hát mégsem jó a Kindra ide, de engedd el. Adok neki egy Dragon Pulse-t. Ja, hogy a félig acél lenne, mindjárt megnézzük. Buboréksugár. Zingzab, de cuki támadás. Hát megpróbáljuk őt is elkapni. Acél és elektron, ő már hasznos. Emoji alá jöhet, srácok, a név. Most már Arceus nem, mert ő ma adott. Pufika, Amy, te voltál leggyorsabb most. Togecsú, jó lett volna, egy picivel maradtál le. Amy előtt Zsolt. Na, végre jönnek az új pokék, már úgyis hiányoltuk. Majdnem Pukikát írtam. Nézd, de jön a közmunkás! Ránk támadott. Már azért hívom így, mert van egy ilyen Karolini. Leütjük. Jó XP-t ad legalább. Az én ilyenem nem tud ilyet. Szia Kindra. Lehet, hogy vissza kell menni healelni majd. Milyen hagymás madarat, Pati? Hát nézzük meg szárnyas lányt. Earth Power. Feltörjük a betont. Még a sütőben, ne! A hagymás madár. Harab meg! Az az én dolgom, a betontörés, igen. Hát kérdés, hogy így lemenjünk-e harcolni, vagy menjünk vissza. De ne már, jön megint ránk egy Pokémon! De jó zene szól ez alatt. Nézzük meg a néni mit szeretne. Jó Anna, doktor néni! Egy rozéliája van. Hát ez baj a szárnyas lánynak. Bár a bugbaz jó lehet. Rendben villő. Nyugi doki, csak a fejelme fáj. Au. Nagyon fáj. Ja nem. Győzöm már szárnyas lány is egyszer. Na már csak egy kicsi maradt. Szerelem doktor. Azaz. Doktor láb. Ajajaj. Ez az, szárnyas lány legyőzte, gyerekek, végre! Pedig ez egy tök erős poké lesz a Flygon. Haterem. Haterem burájáj, gyere Pati! Heavy Slam-et neki. Na.
Ez viszont nem hatott. Flygon tényleg egy jó poké, szerintem. Meg közkedvelt is eléggé. Akkor ilyet adjál neki még egyet. A becsapódó támadás viccesen néz ki. Hoppá! Ott a Bordor. Bordorka. Erre vissza tudok menni? Nem, csak egy labda van. Mi volt ott? A Sandakonda! Micsoda? Sandakonda, jó napot, Niki! Néha azért belenézek Pokémonra az alok fejébe, belenéznék, hogy legyen egy ilyen kis izé rózsával a keze helyett. Igen. Mi ez a galléros kobra? Beparalízisezett. Digel, de elvileg ott is eltalálom így, ha jól emlékszek, amit Baxi mondott. Nem hatott rá, hiába mondta a Baxi. De a Dig meg rám nem hat. Ja, csak az Earthquake hat rá, jó, leesett. Anno Volterben egy láncos cápa Gen 2-be. Igen, azt emlékszem, hogy megosztottátok Discordon. Na jöhet a Sandakonda, nem tudom milyen név, aki még nem adott, olyanokat veszek előre. Sonda, rendben van, ez Zsolt elvitte. Earthquake. Egyértelmű. Szandál, az is jó lett volna. Hoppá, várjál, tovább fejlődik Larvitar. Ott jön a Pupitar. Tarararararara. Iron Defense. Az nekem nem kő. Én jól vagyok, köszönöm, Niki. És akkor jön a Sonda. Sonda kígyó. Igen, igen, igen. Viszont vissza kéne mennem egyet gyógyítani. Aztán majd megyünk tovább. Hát, ha lesz még ma következő poké, de meglátjuk. Jó, még ilyenünk sincs. Csak ne írd be előre majd, csak hogyha beírtam a smiley-t utána, vagy emoji-t. Hát, madár vs. szerencsétlenség, mármint nem a szárnyas lány, hanem hogy bogár típus dobtam. Próbáljuk meg, hogy lehozzuk Impact-et. Ó, átalakult a neve, akkor valamilyen nyelven volt Larvitar, mert most más lett a neve. Na kijön rá, milyen nyelven jelent a Pupitar Impact-et. Ha sikerül elkapni, persze. Ó, hát ilyet még rásorozhatunk. Ma reggel Patival túlélő módba kapcsoltunk. Az mit jelent, Niki? Mesélj! Nagyon jó. Hoppá, rossz gomb. Megvan! Jöhet a név. Tesin 101 kört futottunk,
Már meséltem, hogy meghaltunk benne. Szerelem doktor az nem több mint 12, Anna, mert max 12 betű lehet. Szerintem hosszabb. Sose találtam volna ki, mi az a pupitár más nyelven. Ja, ezt így beírom, hogy ez mi. Akkor ez maximum ilyen... Akkor Sandy, jó, rendben. Ne gyere rám, megyek gyógyítani. Hadd gyógyítsak már. Nyugi, doki, csak a szívem fáj. Igen. Na, visszamegyünk hílelni. Dick megszaporodtak ott a rókákok. Hallod, így tekerni a való életbe, mi? Ilyen gyorsan. Van. Mint a nyulak. Azaz. Hallod, Dave, mondjad. Nem ide tartozik, de már 100 SC is 750-be kerül. Régen is drága volt a 100 SC, tehát reálisan nőttek Anna. Ezt már kifejtettem Discordon is, hogy minden tök reálisan drágult. Annyi SC-t nem is éri megvenni, régen se értem, mindig a legnagyobb és annyi. Ez teljesen reális sajnos. Tehát, hogy még csak kötekedni se tudnék vele, ha akarnék se. Itt arra, hogy átmegyünk. Hogy kerüljem ezt ki? De ne, rám jött a madár, megverem. Megverem! Az az SSO-ba fizető eszköz. Madár vs. madár. Mint Fortnite-ba a V-Buck. Meg ilyesmi. Most komolyan egy táblához jöttem ide? Hát ok. Hello. Ez ilyen kis mini labirintusszerű. Itt fölmegyek. Ja, arra már voltunk. Na, mi jött nekem? Hát, ilyet már fogtunk. Ilyenben már volt részünk ma. Úgyhogy leütünk gyorsan. Patival. Azt mondjuk láttam, hogy most 7 újfajta színű lovat tettek be ezt a szóba tegnap, majd 24 órásban megnézegetjük őket. Hallod, ránk lövi a tüskéket. Megfordul és a seggénél kilövi a tüskét. Nézd meg. Jó, mondjuk csak a hátsó részén vannak tüskéi. Ezért nem meglepő. Na, Earthquake, ezt hiányolt a Baxi, mint jó támadás. Patit letüskézték. Kifingja, igen. Ne felejtsd el, hogy te válaszod a 24 órás live-ra, te mondod, melyiket vegyek. Tudom, de most az újak 950, jó drága mindegyik, majd kitalálom, hogy melyik ló legyen. Nem felejtettem el. Megbeszéltük.
Na, 3x defense. Igen. Mi volt ez a hang? Mi jött a módot fent? Golark. Ez mély villogott. Ide nem tudsz felmászni! Várjál, van kettő irány is. Na, smart strike. Igen, azért mondtam, hogy majd valami olcsóbb lovat nézünk. Ó, itt nem úszuk meg harcok nélkül, viszont ne a madár legyen már elő. Ő ide nem a legpraktikusabb, betesszük vissza Mirtuszt. Hát itt nem is tudod kikerülni, tehát ez csak úgy jön, hogy neked jön konkrétan. Jó, rendben, én is egy lovat biztos veszek a 24 órás emlékére. Na, mik jönnek be, Émi? Nyolc óránk lesz sajna, hát akkor kitartás hozzá, ez azért fárasztó. Hát annyira egyik se érint meg nagyon, most így elolvastam. Én most szeretnék haladni. Már itt leugrok. Ott volt a labda. Luxoriból. Kár, hogy nem lehet egyed ilyen elnevezni. Hát amúgy jó lenne, igen. Oké, na itt a kukac. Gyere kukac. Az itteni execute copy. 40-es kukac, te jó ég. Ő tűz is, vagy pedig ő még csak sima harcos? Mindjárt megnézzük. Egy ilyen bonda-szerű. Hát, túlélte. Akkor elkapom. Nem kaptam el, nem maradt benne, várjál már a kis harcias. Ő csak harcos. Nézd meg, hallod, küldjétek a Mongufta Power-t, nem maradt benne. Ez mi? Ez te jó nézett ki. Maradjál már benne! Nem adja magát könnyen a kis genyó. De Mirtuszt lecsapta egy HP-val, azt a mindenit! Nézd meg ezt a kukacot! Hát komolyan már erre egy erősebb labdát kell rádobni. Hogy tudsz Phalanx-ra ráhúzni egy gatyát? Ez jó kérdés. Hát jó sok feneke van. Nem marad, egyszerűen ebben nem marad benne. Most az egy ultra ballomat dobjam rá. Ó, nézzünk egy luxori bolt. Hát nem. Milyen labdát kéne erre rávágni? Ez mindent leüt egy ütéssel. Mi ez a Pokémon? Lassan kiüti a csapatomat. Tényleg dobjam rá az ultra bolt. Tessék.
És ebbe sem marad benne, Már annyi labdát rádobok erre a szutyokra. Ezt nem lehet elkapni? Már komolyan. Annyira nem kell ez a poké. Mondjuk mindent leüt amúgy együttéssel. Hát komolyan ki fogja amúgy nyírni a csapatomat. Haló? Mi ez, egy nehéz Pokémon lenne? Hát nem fogom rádobni. Tessék. Srácok, miben marad benne ez a dög? De ez underwater, nem víz alatt vagyunk, barlangba se vagyunk. Az mesterlabdába. Hát nem nagyon akar benn maradni, Kenta, látod? Egyszerűen nem értem. Hát baszki, kinyírja az egész csapatomat. Nem beszélve, hogy az összes pokélabdát rádobálom. Fú, bazd meg! Meg lett! Jöhet a név. De hogyha ezt a szart behoznám, tuti nem lenne ilyen erős. Hurka, rendben van. Várjál viszont, Anna, mivel még nem volt Kent a nevezésben, ezért Spartacus lesz. Nem lesz Hurka. Így igazságos. Mindig előre veszük, aki még nem volt. De a szalámidet nem felejtem el. Semmi baj, nincs Hurka. Viszont ez a szar, ha ilyen erős... Hát... De nem ilyen erős, csak itt volt ilyen erős. Kindra helyére behozzam. Megnézzük Ákos helyén. Mostanában madár az épp, hogy túlélte. Na mindjárt ki is próbáljuk ezt a... De figyeld meg, nálam Spartacus nem lesz ilyen erős, ezt most megmondom. De azért kipróbáljuk. Megitatjuk tejjel. Ja, ő halott. Sajnálom, az terve volt, hogy a madár nem marad végig benn, mert írtó gyengék a támadásai. Csak azt vártam, hogy átalakuljon. De majd még lehet, hogy visszakerül később Arceus. Tényleg ne legyen senki szomorú, ha róla elnevezett, vagy ő által elnevezett poké kikerül. Ez ilyen. Az a gond, hogy nem jut eszembe annak a neve, aki azt mondja, hogy this is Sparta. Tudom, kire gondolsz, de én se tudom. Leonidas mondja? Na gyere rám akkor, te harcolni vágyó kis görcs. Kipróbáljuk, milyen Spartacus. Azt tudom, hogy a 300 filmben jó elhasználta a támadásait, én is benyomom. Nézd a lebeg!
Igen, ezt benyomjuk, ezt a sötét nagy erőt. Igen. Fölboostoltam mindent. És akkor most nyomok egy ilyen nagy támadást. Hát nálam nem egy ütés volt! Ezt mondtam, hogy amikor ellenem van, tuti erősebb. Jó, hát nyilván Spartacus sem marad benn sokáig, de egy darabig igen. Kipróbáltuk. Nézd meg ezt a tüskés sündisznót. Kopas sündisznót. Au. Na, jó, nyert végül is. Kindra 46-os. Hopp, ez így ránk sétált. Barbara. Dreepy. Ez is egy fura poké. Na itt a Spartacus. Ja, ő rá nem hat, az baj. Igen, ezt már sokszor beírta Darceus. Akkor lehozzuk a Kindrát. Ő szellem lenne? Nekem rém lett. Nem, ő sárkány lesz félig, de hogy ő szellem is, vagy csak sárkány? Szép. Hú, átnyomtam, nem figyeltem mi az. Gulabi. Kis kesejű. Bubble Beam. És ott a szívecske a tojás héján a szembe. De érted, lent. Ő visszaküldte és lehozta Spartacust. Lenyomta. Kritikál Spartacus. Kapta bizony. Arra meg lehet be kéne menni. Hagyjatok békén, csak szétnézek. Várjál, nem tudom merre van az út, arra föntről jött valaki. Itt egy mikrofon, random mikrofonos csávó. Music and Charles. Jég dupla viszkivel, itt a Charlie. Zingza. Au. Na, ez egy ütés volt. Jó van, Spartacus. Viszont megölte a hatás. Szegény Spartacus. Spartacus vagy Spartacusok, így, hogy olyan többből áll. Ez döntetlen lett. Jaj, ott jön rám egy másik! Nugget. Kings Rock. Itt bujkálnak a Spartacusok. Arra lesz a kijárat. Egy másik ismert Poké Unite-ból. Krüsztle. Megpróbáljuk elkapni. Halibor, és ne viccelj, John, hát érted, hogy pihenned kellett. Sikerült egy kicsit? Na, másik kedvencünk, igen, idézőjelesen, jogosan.
Megpróbálnám elkapni, csak kérdés, hogy ennyi élettel el tudom-e. El hát. Ja, itt is esett az eső délután. Jöhet a névötlet. Mirtusz meg Szárnyas Lány level up-olt, meg Pati. Kedvencünk lett, mert Émi régebben adott nevet. Paraszt. A paraszt az csúnya szó, és olyat nem adunk. Mármint, hogy van degradáló értéke. Mindenki kedvence. Amúgy meg egy erős poké. Egyébként. Hát volt valamikor középkorban, de igen, ez annyiba igaz. Brick break, viszont azt néztem, hogy akkor egyrészt meg kihagytunk, tehát ha ott a kijárat, akkor még vissza kell menni, mert egyfelé nem mentünk el. Hát ez itt lassú volt most, tehát itt balra nem mentünk fel, ha jól emlékszem. Na. Bár még azt hiszem Golettet se fogtunk. Meglátjuk, hogy túlélje. Virtus tűzlabdáját. Hát nem. Kidőlt, hallott, hátra, dobott egy hátast. Ne gyere rám, most nem akarok harcolni. Itt jött le. Hát végül is a Big Nuggettől visszajöttünk, az végül is jó pénz. Hagyjatok már békén! Üldöznek minket a pokémonok. Spartacusszal nem akarok újra megküzdeni, mert tudjuk, hogy erős. Így. És ha minden igaz, itt még lesz egy dupla párbaj. Igen. A tévések, le kell győzni az RTL klubot. Ja nem, ők izé, akkor influencerek, mert telefonnal vannak. Exadrill és a Hippodon továbbfejlődése. Nézzük Mirtuszt és Kindrát. Ez szerintem jó kezdés. Sandstorm az minket bánt, őket nem. Egy pirolabdát oda az Exadrillre, és egy buboréksugarat a vizilóra. Ó, beásta magát. Big Chirpen Nugget. Ú, de ennék azt. Hát, az a baj, hogy ma még nem tudok enni, holnap kapjuk a fizetésünket, ha minden jó megy, úgyhogy ma még nem eszek Chirpen Nugget. Tehát mondjuk holnap sem, mert nem arra fogom elszórni. De most érzem azt, hogy hó vége van és éhes vagyok. Earthquake. Az jó. Egyértelműen. Ú, de a Chirpen Nuggets az finom. Burger Kingben is nagyon jó a Chirpen Nuggets. Hát, így is ne tudd meg, 10-zel lett ugye több a villanyunk, de még lehet, hogy még több lesz, mert ugye még az még nem volt úgy a hónapban. Hát amúgy most igen, most viccen kívül félre kell tenni arra is. Konkrétan. De amúgy mindenkinek szerintem. Kész csók, Dustin! Mi újság, szép estét! Hogy vagy, hogy vagy? Hát ez nem fog sokat leszedni a Kindrából. Hát elhiszem. Mi is konkrétan úgy vásároltunk ma is a boltba, amit vettünk már a kaját, hogy konkrétan mindent végignéztünk, hogy mi olcsóbb és a legolcsóbbat hoztuk. Csak így lehet, jelenleg most. Nekünk. Nyilván akinek könnyebb. Nem panaszkodok. Hali Sakura! Mi újság, milyen napod volt? De tényleg azt beszéltük, hogy úgy megyünk boltba, mintha állatkertbe lennénk. Én, de hát ki olyanokon akadtunk ki, nem is tudom mi, Manner Nápoly 520
meg nem tudom mi, 470, meg ilyenek, Sportszelet Duo 290, irreál, jó, nem szoktam ezeket naponta venni, csak meglepődtünk, hogy ezeken durva árváltozás volt. Igen. Lucario, hát viszontlátásra. Na, szépen levertük. Na, mi történt, hogy kihívták a rendőrséget? Reméljük nagy baj nem volt. Ő itt kempingel. Megnézzük a kemping táborát. Ó, Eevee fejlődések. Nem különben tetszik neki. Hát ez annyira nem publikus, maradjunk annyiba, hogy nem sokkal keresek többet, mint az alapminimálbér, jó? Nyílt titok amúgy 300 alatt keresek, sőt, még amíg nem emelnek, nem árulom el. Annyit el, 200 alatt, jó? Majdnem 200-at, ami kevés. Tehát a mai ízébe kevés. De lesz emelés, és akkor már kicsit jobb lesz, de az meg majd novembertől. Még várnom kell egy hónapot meg dolgozni érte. De már papíron meg lesz, csak novembertől. Onnantól könnyebb lesz annyiba, hogy amit most tartunk, azt fogom tartani. Azért mondom, hogy kerekítve 200-at keres a Dévi, jó? Ami szomorú. YouTube-ba együtt 230-at. Azért mondom, ember nem szoktam titkot csinálni. Na. Jeges terület, jönnek a fagyik gyerekek. A kis jég... Snom. Ez mi? Tehát, hogy valaki belövi, hogy ez egy milyen állat, azt megtapsolom. Snom. Hogy a... Hernyó, süni. Múj lepke lesz, meg nem mondtam volna, mivé alakul át. Na hát akkor a Snomnak lehet egy névötletet adni, aki még nem volt, nyilván azt előnyben részesítjük. Én amikor kikelek az ágyból. Snom. Hello, Snom vagyok. Ezt kérem, nem tudom mi a kukacsüni. 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 Hashtag kukacsüni. Hósüni, rendben van. Es már úgyis nagyon rég neveztél bármit is, úgyhogy hósüni lesz. Nem baj, hogy lepke lesz, akkor hólepkesün lesz, jó? Hó. Na. Sün. Sünk. Csiga. Az is lehetett volna. Azt én nem tudom a dínát amúgy őszintén. Igen, fagyika van, Sneasel, de azon már van cseréből. Bár mondjuk ha el lehet nevezni, meglátjuk, hogy túlélje, attól függ minden. Ja, először támadunk. Tudtad, Dave, hogy hamarosan be fog következni, hogy a YouTube-nak nagyon meg fog érni minden, mert több száz nagyobb streamer ide fog jönni. Én nem hallottam ilyenről. Még becsődöl a Twitch? Vagy miért érné meg neki? Ezt lerúgtuk. Én csak örülök neki, hogyha a YouTube jobb lesz. Rendőr bácsi, de jó, hogy észrevett, hallod? Bele kellett állni az arcába, hogy észrevegyen konkrétan. Bobby rendőr úr.
Arcanine. Az igen. Akkor ez egy tűzpárbaj. Valóságban van egy ilyen hernyó, pontosan ugyanígy néz ki. Tudsz Discordra bedobhatsz képet róla, Dustin. Én amúgy sokáig terveztem, hogy rendőr legyek, mármint hogy gondoltam rá. Érdekes lenne. Nálunk hároman melóznak, apunk most anyám és tesóm, és így se élünk meg nagy lábon. Hát figyelj, mi is úgy vagyunk, hogy Jana is jó. Jana jobban keres, mint én, de mi is úgy élünk, hogy nem panaszkodok, minden számlát be tudunk fizetni, van kajánk, de hogy azért most az áremelkedésnél észrevettük, hogy azért nem lenne utolsó egy plusz 60 ezer mondjuk, tehát hogy azért nagyon keményen megemelkedtek. Eddig egy hónapba kihoztuk 40 kötőjel 50 ezerből kb. A heti vagy havi kajálásunkat, most pedig súrolja a 70 ezeret, hogy ugyanazt veszük, sőt még van amiből szarabbat. Voltund? Ja, ilyen kutyája is van a rendőr bácsinak. Hát ez Pati széttépi. Pati, tép szét a kutyát! Úgyhogy az nagyon kemény, hogy majdnem 20-25 ezerrel többet adunk ki, és rosszabb kajákat veszünk. Átérzem, azért mondom, hogy ez nem túl egyszerű. Bobzú jókedvű, túl jókedvű, jaja. Twitch annyira elcseszte a dolgait a szabokból, már csak 50%-ot kap egy streamer, nem 70-et. Arról hallottam. Hát de lehet, hogy nem a YouTube-ra jönnek amúgy át, hanem a Trovóra. Az se zárt ki. Trovón is sokan live-olnak. Nézd, de a Havasváros. Ott a gyógyfürdő. Pásgőfürdő. Wellness. Ja, a Trovó is rossz. Hát nem tudom, én Trovón nem követek senkit, csak tudom, hogy sokan játszanak ott is. Ja, azt tudom, Trovóra annó engem is kerestek, csak én nemet mondtam. Tisztában vagyok vele, hogy ajánlottak fel nekik kisebb összeget. A vízibicajt én már nagyon hiányolom, én azt hittem hamarabb kapjuk őszintén. Játékon belül. De furcsa csapat most. Furi a csapat. Az új gymnek már nem fogok nekiállni most. Szerintem még messze nem állunk úgy, hogy leverjem. Megnézzük, mi van a városban. Egy jégkrémet kérek! Kettőt! Vanillájtot kér a trókjáért? Van, mert kaptam cseréből. Majd fogok másikat. Játékbeli trédeket is teljesítsünk. Túl hideg van? Nehéz fenntartani az oldalt, panaszkodnak. Ó, értem. Hát szomorú. Akkor nem megyek át Twitchre, lemaradtál John volt szó róla, hogy az is terve volt. Redos. Redos modus. Trof. Megkaptuk a trovot. Vigyázzál Vanillisra, el ne nyad! Nézd vissza, amit átaludtál, jó? Nem fogom elismételni magam, John. És kérlek, ne írjátok be. Válasz ki a trafkodat. Wingardium Leviosa. Ja, ez egy recepció! Hány emeletes ez a ház? Ide költözünk. Az de menőn néz ki! Nagyon szép. Ilyen helyen ellaknék. Harcos urak. Nincs a kukába semmi? Nincs. Én hajam miután túl sokszor fogtam fel. Valaki bezárkózott a fürdőbe. Hajime karate. Mindjárt megnézzük, megyünk tovább. Amúgy ez nagyon szép ez a szálló. Néni vár valakit.
Azaz. Ú, a Szilvát amúgy én is szeretem. Régen megszoktam, hogy minden szobában rám támadtak és lehetett harcolni, ezt most itt elveszett. Itt nem harcolnak a szálloda. A szálloda területén tilos a harc. Láttam a karate kölyköt, igen. Nagyon régen, ahogy mondod is. Hát itt ennyi volt, szép a szálloda, az ciao, adios. Megnéztem, szép volt minden. Itt mi van? Másik nagy ház, egy bank. Nem? Nem, ez is ugyanilyen szálloda, csak itt recepciós nő van. Noibit. Nem a Norbit, hanem Noibit, az a denevér neve. Igen. Pam pam pam. Milyen varázsló szeretnél lenni? Varázsló? Semmilyen. Neki egy trebisse van. Két ugyanolyan szálloda vagy hotel van egymással szemben, lehet egy a tulaj. Itt éppen veszekedtek. Pénzvarázsló, az is jó, tűzvarázsló. Valaki megette az almáit! Én voltam. Ki ette meg az almáit? Melyik mongufta ette meg az almákat? Vallja be! Te voltál, Pati? Azt várja, hogy Obi-Wan Kenobi elmondja, hogy ő egy varázsló. Nem értem. Ja, mindenki egy szeretet. Igen, senki nem küld ki, bemegyek a szobájukba, és random azt mondják, hogy bejött, jó van. Szerintem ezek a Pikachu-k voltak, nekem van egy olyan tippem. A Pikachu mióta lehet az ágyon? A Pikachu-nak a földön a helye. Megengedték, hogy fölmászol az ágyon? Nézd oda. Meg kell találni a Pikachu-k szájába az alma maradékot. Szerintem ezek voltak. Mennyi baxi? Tuti ezek voltak? De a baxi az Raichu, mondjuk igaz. Hi, you can trade me, can you play me? Annyiul, iszem X66. Üdvözletem. Mit szeretnél trédelni, öcsi? Nem értem, hogy melyik pokét várjál, figyeld, beindítok neki egy trédet. Can you play me? Nem értem, mit szeretné, várjál. Adok neked egy tréd szobát, jó? Ha belépsz, akkor cserélhetünk. Azt sem tudom, mit akar, de mindegy. Azt sem tudom, hogy kell tréd szobát nyitni. Most téged talált meg? Te vagy a Bunzo Bunny? Nem te vagy? Fölajánlok egy Vanillite-ot. Az mi a fene? Nem. Ő nem te vagy. Azaz Bunzo Bunny. Várjál, tesó. Nem tudom, hogy kell úgy trédelni. Rip. Link trade, és ott a második. Ah!
Figyeld! Csak kettes, jó? Lehet segítünk neki, de akkor írjad be a ketteseket! Tú! Ja, le vagyok csatlakozva, várjál, moment. Connection! Szia! Szia! Connection Abihun Izamb! Wait, moment! Go! Várjál! Most azon vagyunk? Go! De mit szeretne trédelni amúgy? Azt nem tudjuk. Én türelmesen várok a havazásba, amíg külföldi kollégánk eldönti. Ez olyan, mint Orbánnak az Is there any questions? Így mondta. Ennyi. Hát ha nem jössz, nem lesz trade. No trade. Szia Villő újra, he! Hát látom, hogy itt vagy. Bocsi. Csak a külföldi kollégával foglalkoztam. Itt a gyógyfürdő. Nem is akar trédelni, kamuzott. Mi kell neki? Dragon type-nak a Dragon Meteort megtanítja. Végül és szárnyas lánynál nem ártana. Bájt helyére mehet. Igen, ez egy nagyon jó move, azt tudom. Hát srácok, akkor nem lesz csere. No trade. Legerősebb sárkány move, igen. Velük még nem beszéltünk. Milyen kis megnyugtató, ilyen kis izé zene van itt. Tetszik. Egy jégtámadás. Nem lehet bemenni a fürdőbe? Nem. Berobban a kazán. Na jó, innen fogjuk folytatni a következő gymmel legközelebb, srácok. Most ennyire vittük. Azaz, ilyen rezsivel, hogy fűtik azt a vizet. Hát látod? Látod, Willő? Túlzottan, túlzásba esnek itten. Na! Végül is a kettő gym, ami tervben volt, az bőven meglett, és a harmadik gym eléig eljutottunk, és jelenleg mondjuk elég fura a csapatunk. Mirtus, Spartacus, Kindra, Szárnyas Lány, Impfect és Frogpati. Azaz, úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő gym. Nézd, meghallod, nem bírom megnyomni a szévet. Ments meg! Holnap dolgozni fogok munkahelyen, úgyhogy holnap nem lesz live, amúgy ha kell exkluzív poké BDS-be, akkor tudok adni. Én bármit elfogadok traden, Kenta, őszintén, tehát hogy kaptam már egy shiny, mindjárt megmutatom neked, mit kaptam. Azt hiszem, igen, ProHangeritől kaptam most egy tojást, amit még nem keltettünk ki, meg egy shiny sárkány pokét, ott van, Daynote. 30-ig föl is vittük, majd őt is feledzük. Meg azt hiszem körszírtad egy Eevee-t. Vagy ezt lehet a másik poké játékba kaptam. Na, viszont mára már nem trédelünk, majd maximum legközelebb. Én nagyon köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem.
Ne felejtjétek, szombat, vasárnap 24 órás live-ot tartunk, ott ünnepeljük meg a 6000-et, ilyen kis, nagy ünneplésszerűen, már kint van, milyen játékok lesznek, várok mindenkit, akár végig, akár részenként, akár beköszönni, meg minden. Addig is, aki lemaradt, nézem vissza bármilyen régebbi videót per live-ot holnapi nap folyamán, legyen szép napotok, pihenjetek ti is, és ne felejtjétek, szombat délután kezdődik majd csak a 24 órás, addig pihenjetek, én is alszok előtte legalább egy 4-5 órát, legyen szép estétek, mongúftakát, sziasztok!